uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra múlt pontosan 11 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello, sziasztok. Jó reggelt. Szia, Kopi. Mi még mindig így gyerekek, még mindig élőben. Hello Kopi. Szia, Kopi. Így van, itt van velünk Sebestyén Nikolász. Gyerekek, fökkett velem egy sapkát, mert ideg van, és fázik a fejem, és nem akarok végleg bekopaszodni, úgyhogy sapkában tolom. Sapkában tolom itt a kitelepülésünket, mert hogy itt vagyunk a Pólus Center előtt, mögött, így alatt, van. Fölött, valahol találjátok meg minket, biztos egészen, egészen pontosan egy jégpálya bejárata mellett jobb kéz felől talált a stúdió, de hogyha valaki mondjuk jobb kéz felől, hát hogyha hát találunk a Pólus Centernek, akkor jobb kéz felől, de egyébként nagyon nem lehet eltévedni. Ha fölül vagyunk, alattunk, ha alatta vagyunk, fölöttünk. Így van, mert ha már a bejárattal szembe állsz, vagy mögötte állsz, és mondjuk balra nem találsz minket, akkor jobbra nézel. Parkolóban vagyunk, gyerekek, óriási ez a terület, de megtaláltuk bennünket, mert az üvegstúdiót, a sárga zászlókat, és hát a három irgalmatlan méretű Waberenshez kamiont mondjuk meg észre lehet venni. Így van, és egy kis bolygó méretű kopasz fejet keresetek, az Balázs. Én keringek az üvegstúdió körül, ahogy a föld kering. Föld kering a nap körül. Ja Istenem, hát sűrű hétvége volt. Sűrű volt. A sapka cserégetés. Mi utólag megnéztelek, mert melóztam, és hát nem sikerült megnézni, viszont kémeim jelentettek folyamatosan. Irgalmatlan faincsávó vagy, hogy bemondtad a sztorit, magát, azt köszönöm. Már nevíze. Nyilván el kellett mondani, de hogy tényleg, hogy így elmondtad ezt az egész történetet, és azon gondolkoztam később, hogy újra néztem, hogy azok a szegény emberek, akik hónapokon keresztül küzdöttek, hogy ott legyenek ennek a show-nak a végén, azok így mit gondoltak, amikor mindenki arról beszélt, hogy meg most egy bukós is, akkor van rajtam, megütöm, ha nem veszi le. Rohadjon meg, hogy miért nem veszi már arról. Konkrétan az volt a cél, hogy végig visszük, és aztán rájöttünk Domival, hogy ezt nem szabad megtenni, mert hogy ott tényleg azon melóztak fél évig, hogy megnyerjék, meg táncoljanak, meg énekeljenek, meg nem tudom, mint csinálják. A hülye meg ott áll sapkába 3 órán keresztül. Tehát, hogy volt valahol egy pont, ahol azért azt le kellett venni. Szívem szerint egyébként végigvittem volna. Képzeljétek el, hogy olyan hajtóvadászat volt, ami, tegyük meg, azért mondjuk már őszintén, hogy azért ez semmi más tényleg, mint egy hajvágás, egy fogadás, oké, hogy ebből műsort csináltunk, olyan hajtóvadászat volt a bulvár részéről, hogy azon versenyeztek, hogy ki tud a műsorkezdés előtt feltenni egy olyan képet, ahol látszik. Tehát az egy dolog, hogy engem rejtegetni kellett végig, de hogy a próba alatt mindenhol jöttek a biztonsági őrök, hogy a parkolóban vannak fotósok, hogy végig legyen rajtam sapka, mert az volt, rengeteg úgy internetes portál, rengeteg bulvárnak, hogy ki tesz ki, ki buktatja be a dolgot, ki buktatja be azt, hogy nekünk már 3-4-8-kor a műsor kezdés előtt megvolt. Mert jó sztori ez, de hát azért nekünk is fura, hogy de valaki úgy kezeli ezt a dolgot, mint az első fotók a terhes Katalin hercegnőről kategória. Nem hiszed el, hogy folyamatosan bent az RTL-ben és sapkában voltam, illetve akkor bent egészen pontosan Kapuszniban, és még 3-4-8-kor is a fotósok próbáltak a backstage mögé bejutni, hogy lerombolják az egészet, és elmondhassa, nem tudom, valamelyik bulvárlap, vagy valamelyik online, hogy ők előbb tették föl, mint ahogy kiderül. Tehát meg kellett szervezni a bejövetelt, a hátra bemenetelt, a sapkacserét, mindent. Bement és kiment és tekes levezetés. Igen, nem hiszed el, hogy olyan őrület volt, hanem komolyan mondom, mint valami izé. Hollywood, vagy nem tudom, elképesztő volt. De aztán utána már a rasta után úgy döntöttük, hogy nem húzzuk tovább, mert szegények tényleg. És te hogy készültél? Hát, és te hogy meg ott állok sapkával, tudod. És mindenki, amúgy sorban van egy produkció is. Pedig érdekes, de van. Amúgy ők 15 éve már tolják az akrobatikus rock and roll, de mindenki azt nézi, hogy Sebestyén Balázsnak milyen az új frizurája. Nagyon hiteles voltam. Szavazzanak ilyen rasta hajjal, szavazzanak bukós isakot. Úristen. Úgyhogy ledobtuk. Figyeljetek, az vagy nagyon szeretem. Szóval, hogy így olyan szinten békültem ki magammal, egyébként sem voltam rosszba, azért ismertek, tehát hogy nem kellett nagyon azért, hogy tudod. Nem, én nem láttam még soha, hogy össze lennél veszve saját magaddal, nem. Szeretitek egymást. Még jobbnak lenni. Igen, hogy miben kéne változnom, figyelj, olyan szinten szeretem, beállsz a zuhany alá, 10 percig élményzuhanzás van, minden egyes vízcseppet érzel, nem kell törölközni, nincs vasalás, nincs vaxolás. Figyelj, egy új élet, komolyan mondom. És olyan, mintha letennél valamit, mint a 10 kilóval könnyebb lenne. Na most már lehet, nem csodálkozol rajta, hogy miért jövök én be minden reggel mosolyogva. Nekem már 20 éve ez. Figyelj, a család mit szólt hozzá? Gyerek? A nagyobbik gyerek azt mondta, hogy apuci, te nagyon ronda vagy. Hát ez volt. És ők még őszinték. És teljesen mondom, hogy ők még őszinte. A kicsi, a nagyon cuki volt a Noel, mert ő ugye a hangomat ismerte, viszont egy teljesen új arcot látott, ezért ennyit tudott csak csinálni.
Na, de nem tudta, hogy röhögjön vagy sírjon, tudod, mert látod, hogy a hang, az illat minden ismerős. Tehát most mondja, azért ezt ismered, de nem így nézett ki. És én nagy teli szájjal teki, illetve folyamatosan simogat. Pont ugyan csináltam, itt is folyamatosan simogat, és nagyon röhögött. Tehát aznap fogtam a kezét rá, tehát sírva röhögött, az neki nagyon tetszett, csikizott. Csikizett, Benny jó fej volt, Benny azt mondja, apuci, nagyon ronda vagy. Így, apuci, nagyon ronda vagy. És ez azóta sem nagyon változott, úgyhogy hát így vagyunk tulajdonképpen. És Viki? Kellett neki egy kis idő, láttam, hogy jó feleség, próbálja bennem tartani a lelkezet. Nem olyan gátszolod, mondom, hát az ennél már régebb óta ismerlek, mondom. De remek asszony vagy, hogy ilyen kedvesen hatudsz nekem, mielőtt be kell bennem a gáttal ennek másfél millió ember elé. De most már úgy szereti, vagy úgy nem tudom. Nagyon dörzsölöd a combomban, de majd megszokom. Még jól is. Igen, van rá, hogy ne ugrad orban, mert lángolnak a combjai. Igen, kis kabilás, Úgyhogy kifejezetten örülök, hogy nem gyújtottál rá, komolyan mondom. Én is. Viszont óriási labdát dobtál azoknak, akik majd karácsonykor találkoznak veled, családtagok, barátok, minden, sapka, sál. Gyerekek, meg vagyok. Ez az egy sapkám van, ez a szürke, úgyhogy aki a céges húzása is holnap utára, amikor átadjuk. Ez is Bársony Bálintól származik, ott hagyta az egyik öltözőbe valamelyik X-faktor után. Igen, nagyon nem nyúl mellé most, aki sapkát ad, mert egyébként tényleg nincsen sok. Hát nem voltam az a nagy sapka ordónak, szóval, hogy azért így nem. Volt, ami melegítsen. Volt, ami melegítsen, így van. Úgyhogy hát ez van, de nagyon jó. De közügy lettél egyébként, néztem a Facebook oldalon, ilyen gyenge 40 ezeres like szám, tudod, az első fotót, hogy így nem is értem. Elképesztő. Mondom, amit az újságok csináltak, mert tényleg, hát amit terhességű. Egy véradás is kap legalább 120-at. Ugyanolyan, népszerű. Döbbenet, volt olyan ilyen internetes újság, aki olyan képeket között, hogy lefotózták mobiltelefonnal a tévé. Igen, láttad? Azt megnéztem. Hát ezt nem értem. Mondom, enném azért előrébb vagyunk, gyerekek. Szerintem az egy mobillal a tévéről készült fotó volt, mikor először levetted a sapeszt, és akkor azt tették föl. Hát mondom, gratulálok. Igen, amikor a stúdióba levettem, a Got Talent-nél, nem hitted el, én nem is figyeltem, hogy én a Dombi felé néztem, azt mondta a Dombi, hogy ilyen 800 vakú, de hogy így olyan volt, hogy lebarrult ott a zsűrinek a tarkója, vagy a zsűri mögött ült a közönség, mondtam, hogy nem hiszed el, mint amikor végigmész egy ilyen Hollywoodban vörös szőnyegen, és megállnak a fotózkodni, elképesztő volt. Egy hülye hajvágás miatt, ha belegondolsz. Fontos, de így van ez. Figyelj, a kereszt promóció csúcsát mutattuk be, de tényleg, jól fel volt az építve. Nem, hát ebből is látszik, hogy egy igazi szimbólum, egy nemzeti szimbólum, mint Áder János bajusza kb. Igen, voltak a nem vagy kopasz, köcsög vagy, csicska vagy. Jó, ez korábban is volt. Ilyen hozzászólások voltak korábban is. Igen, mert ugye nyilván néhány bulvár újság úgy hozta le, hogy kopasz, de aztán a kopaszból az első kijelentésem után az egy centise hátráltunk. Ja, és csak hogy mennyire vagyok kemény, képzétek el, bementem, és ugye egy centise tolta a zsidró, kértem a fodrászt, és még 0,6-ossal beletolattam. Ami szabad szemben nem látszik, de ez most már csak 0,6-os. Tehát konkrétan még majdnem egy fél centit betolattam. Egy hős, látod? Egy hős. Úgyhogy ez volt. Egy tolum méter néz. Colstokkal nézzük meg. Na, nektek hétvége minden oké, jó volt, rendben abszolút. Volt? Hát figyelj, ilyen dicsőséges vágás után milyen hétvégénk lehetett volna más, mint gyönyörű. Mint hogy dohányoztál, rágyújtottál? Nem. Még bulikába is voltam, pedig péntek este megittunk egy kis ezt-azt. És kimozdultam? Én mindig kiszoktam általában, és akkor a srácok ott dohányoztak, mondtak, most már rágyújtasz, és mondtam, hogy nem akarok. Nem? Még nem. Nem érzem erősnek magam. Na, most már figyelj, most már nem szabad. Ez úgy lett volna, ha idáig, ha most már nem, tehát ha fogadás után azonnal nem, akkor most már viszont tényleg, most már nem szabad visszaesőnek lenni. Jó a haja a srácnak? Hát most sok minden nem jó? Látszik. Éle? Hát de tévében láttátok. Ó, ezért hát itt az első sorban. Most vágattad le, mi? Szolidaritásból itt mindenki kopasz lett. Na, hát nagyon sok mindennel készültünk, ma van rengeteg játékunk, ugye vannak ajándékcsomagjaink, úgyhogy ezeket is átadjuk majd természetesen. Téli gumi garnitúrát nyer majd valaki, van a karácsonyra, a meghittségre és a szeretetre való felkészülés jegyeként gumidobó versenyünk. Úgyhogy, és kamionhúzójáték. És kamionhúzójáték, úgyhogy gyerekek, minden lesz itt, komolyan mondom, minden lesz itt. Foggal vagy herével? Makkal. Húzd el makkal játékunk, következik, aki elhúzza a Waberers kamion. Az biztos, hogy nyer. Az összes rovatjátékunkhoz lesz majd a Waberers-es ajándékcsomó, amiben van határidőnapló, termoszpasztartótól esernyő kamion, makett,
Úgyhogy ezeket kapjátok majd a szokásos játékai mellé. Igen, és ilyen? Nem gyengék amúgy, így végignézegettem őket, nagyon kis helyesek. Mutatós kis darabok. Ez nem tudom ki, de ezt én már nyúltam is. Aha, hát igen, ilyen kamionozzunk már egy kicsit. Akkor nem minden játékunk, ez csak kettő. Gyerekek, bárki kapta volna ezt a kis műanyag Waberers kamion, de ez a gyereknek, hát ahogy Jani szokta mondani, megvan a karácsonyi ajándék. Ja, tehát ezzel is bejebb vagyunk, gyerekek. Viki, húzd le a listáról a Benit, meg vagyunk. Van egy 300 forintos műanyag kamion. Nem kell elkapatni. Én azt mondom, nem kell elkapatni. Ez micsoda? Határidő napló kell, hogy tudjad, hogy merre kell menned. Ez az analóg formája. Igen, használ még valaki ilyet ebben a nagyon digitális világban? Igen? Szerintem sokan. Mert hogy a telefonod jegyzet beírod oda, de ilyet, utána én is használtam ilyet, ez jó. Persze. Tényleg, rendben van. Tessék? Van egyébként 90 darab fenyőfánk is, erről is már beszéltünk a múlt héten. Ebből 50-et az első 50 regisztráló fog megkapni, de 40-et majd mi fogunk kisorsolni a helyszínen jelenlévők között, akiknek nagyon szépen köszönjük, hogy ezen a reggeli órán már itt vannak, ugye a Pólus Centernek a jégpályája mellett. Viszik a fákat egyébként? Viszik? Igen, de már utánuk mentek. Utánuk mentek a biztonságérők, és 30-at vissza tudtak szeretni. Igen, hallgatók megrohamoztak egy fakire kereskedést. Drága nem, azok, a miek, nem mi vagyunk. Baloldal, igen, bal azok nem mi vagyunk. Ingyen fáj, jöttem az ingyen fájért. Köszönöm, viszlát. Képzeljétek el, mi is megvettük tegnap. Mi is meg, képzeljétek. Nem, te vagy. Gyerek, figyeljetek csak, ha valaki emlékszik a tavalyi 24-ére, tehát még körtelefon volt 24-én délután Balástól, tudtuk valahol még nyitva tartani a fenyőfás gyereket. Igen, gyerekek, ahol van még nyitva, nincs fák. Benéztük a dolgot. Ez nem te vagy. De úgy döntöttünk Vikivel, hogy nem vagyunk hajlandóak túl stresszelni az ünnepet, felkészülünk, és a szerdát és a csütörtököt már a békesség, a felkészülés és a pihenés jegyének szenteljük. Elment a hangom. Megvettük tegnap a fenyőfát, és komolyan mondom, jó érzés, hogy már 3 nappal a karrier előtt van fenyőfát. De fel is díszítettétek? Nem, az igen. És megettük az ünnepi vacsorát. Kaptattuk az ajándékokat, holnap már szilveszterezünk. Nálunk 2 nap múlva már januárban. Szóval megvettük, nem tudom. Nagyon, igen, egy kicsi formás. Csak. Hát ugye a Noel miatt kisfát kell venni, hogy nehogy magára ráncsal, tehát most nem tudtunk olyan égigérő passzújt venni. De nagyon szép. Melyik nem hullik? Most kíváncsi vagyok, ti mit mondtok? Mi az, ami nem hullik, hogy nagyon drága a Nordmand. Na azt mondta, a Nordmand, az a jó. Az a jó. Az rendben van. Nordmand. Olyat vettetek? Olyat vettünk, most képzeld, hogy kövény 1,5 méteres fa. Uh-huh. Hát figyelj, én nem tudtam. Én mindig 5-6 ezerért vettem fát. Most az volt a lényeg, hogy ne hújjon, hogy a gyerek ne hegye meg a tüskéket. Mondom, hajlandó vagyok erre kicsit többet áldozni. Figyelj, egy 1,5 méteres fa, 11 000 forint. Jézus Mária. Hát mondom, jövőre áttérünk Janékra, és levesszük a szekrényből a bűfát, kicsomagoljuk alufóliából, lefújjuk, lezuhanyozzuk, aztán honnan, berakjuk. Honnan lophatták a felcsúti arborétumot? Az egy ilyen drága. És azt gondolkoztam, hogy gondold el, most megveszel egy fát, aztán még az ünnepi asztalra valamit próbálsz varázsolni, kicsi ajándék a gyereknek, tehát ezt nem tudod azért ezt olyan könnyedén megúszni. Nem, de tényleg, nem komolyan egyszerű. Van, de elképesztő. De ezért kell megbecsülni azt a 90 a fát, amit ugye a Waberersnek a jó voltából itt majd ki fogunk osztani. Nálunk is egyébként ment egy ilyen szakkörözés, főleg azért, mert a Julinak a Facebook oldala láttunk egy megosztást, hogy Juli annyira jó fej volt, kiírta, hogy itt meg itt 5 rugóért lehet kapni nagyon szép fákat. Erre rögtön mindenki, jó, de pontosan hol van, hogy bemész balra, jobbra, és akkor kívül balkész fölöm, és akkor jobbkész fölöm, mondja, biztos, hogy van, még volt, milyen szépek, nagyon szépek. És akkor ment ez az összes SMS-kötés. 5000 az lut. Igen. Aha. Igen. Hát annak viszont az a, annak van illata. Annak az a hátulütő, hogy gyorsabban kell énekelni egy picit a mennyből az angyalt, mert mire véget ész, lehullottak róla a levelet. Konkrétan, hogy tavaly olyan fát hoztam, olyan fát vettünk tavaly, hogy mire bevittem az erkéről, a fele lehullott. Igen. Azt értem. Mennyből a basszus. December 24-én kimentem, hidegben tároltuk, vízbe tettük az alját, mert azt mondják, hogy még tedd vízbe, mert hogy oké, nem ér, de hogy még felszív egy kis vizet, nem fog hullani. Mi ez? Fishbone logo? Nem, ez a fenyőcske. Bevittem. Mondom, hogy hol hibáztál. Hidegben tartottad. Hogy átmeneti hőmérséklet kell, itt megveszed, beviszed egy 10 fokos helyiségbe. Igen, azt ja, felállítok egy sátrat, abban teszek egy hőgombát, ott már csak két fújt vízbe teszed, és onnan ugrasz a 22-be. Nem hittem, olyan mérges voltam, mondom, hát a rohadt életben, hogy régen azért nem ilyenek voltak a fenyőfák, hát tényleg már a fából is vacakabb minőséget kapsz. Az volt, hogy mondom, behúztam az erkéről, a fának a fele nem volt meg. Azért az szörnyen kiábrándító. És ahogy érve a lakásba, úgy estek le róla a levelek. Szörnyen kiábrándító, egy rohadt disztem tettél rá, és a fának a fele lehullott. Hát mondom, az emberek, hát azért álljunk meg egy pillanatra. Na most semmit nem bíztunk a véletlen. Csak ez most nem múlik, úgyhogy hát kíváncsiak. Az, hogy nem tudsz visszamenni, mert 25-én már nincsenek sehol. Rége. Nem? Hát az egyetlen jól nem lehet reklamálni a fenyőfáros. Hát azért nincs visszaváltás, 25-én már sehol nincsen senki. Viszont nagyon szépen fel van díszítve a város, nagyon sok lehet látni, nagyon jól sikerült.
sikerülteket is, meg kevésbé jól sikerülteket is. Hát náluk a közelünk a béketéren van egy nagyon-nagyon szép fa, amit elkezdtek feldíszíteni. Látszott rajtuk, hogy hol volt még lendület, hol volt még lelkesedés, és hol fogyott. Annyira rendben van, béketér, persze, Lőrinc, ugye. Elmész, és azt látod, hogy az alja ilyen nagyon szépen így elindul, aztán észrevették, hogy hú, a basszus, kevés ez lesz, kevés lesz, úgyhogy hogy már nem mentek körbe, már nincs meg a 360 fok, hanem így elkezd ilyen kicsit így felfele kanyarodni, mint egy ilyen kígyó kúsznak el. Lehet, csak nem érték el. És az is lehet egyébként. Csak egyik oldal. Jó, hogy hagyjad már. 20 fokosat osztál. Ne csináld már, hülye vagy. Én még egyszer nem jövök ide. És kb. Így is néz ki, de egyébként mindenhol a városban gyönyörű díszítéseket lehet látni. Tényleg szép, igen. Jó hangulata van, csak hát mondjuk 10 fokba fogunk karácsonyozni. Hát gyerekek, ez standard. Most hát ezt megszoktuk lassan. Én mindig tanácsolom a hónap eltolást, ha egyébként, ha kiszámoljátok, tökre kijön. És minden évben meggyőződöm így évvégén, hogy egyébként baromira kijön. És melyik hónapból kéne kettő? Nem kettő. Lecem, de hát ahhoz, hogy el tud tolni, ahhoz kell még egy, mondjuk januárból teszünk még egyet, és akkor az egész év eltolódott, érted? És akkor jövőre, már december, az januárra esik, amikor hideg van. Ha eltoljuk úgy, hogy januárban van karácsony, és februártól kezdődik az új év, akkor tökéletes. Ugyanis erre van egy nagy jó elméletem, csak elfelejtettem. Nem baj. Mind, még van még két műsorunk ebben az évben. De tényleg így van, tehát májusban még hideg van, szeptemberben, októberben azt a nyarat kéne egyen lejjebb csúsztatni, és ezek, hogy januárban szokott megjönni az első hó, januárban érkezik meg a hideg, az kéne, hogy legyen a karácsony, és mindent egyen lejjebb csúsztatni. Érted? Legyen már a következő könyvednek az a címe, hogy ötletek egy élhetőbb világért. És egy ilyen szupermen jelmezben lenni az elején. Na jó, van. Ismétlünk valami, gyerekek? Nincs semmi ismétlésünk, mert hogy későn keltünk pénteken. Ja, tényleg. Ami volt, azt már megismételtük, azt a meg hajnyírásodat. Azt azért meg lehetne szokni egyébként. Kezd melegelni, leveszem a sapjamat. Azt meg lehetne egyébként szokni. Azért nekünk ezt évek kell szokni. Gyerekek, imádom, komolyan már. Ki az a Jason Statham, nem? Na, hát akkor viszont nézzük a hallgatói SMS-eket, ki mit ír. Kik azok, akik itt vannak velünk, kik azok, akik itt vannak SMS-ben. Mondom, hogy autó nem volt az úton. Tehát stahanovisták vagyunk, komolyan mondom. Mindenki pihen, már mindegyik barátomtól azt hallottam, hogy ezen a héten nem dolgozik. Hát a tegnapi vásárlás pihenték ki, mert mondjuk tegnap őrület volt mindenhol. Ezért még utána járogatunk itt, hogy olyan dolgokat is megvesznek ilyenkor az emberek, amikre egyébként évközben rá sem néznek. Pont itt Gábornak meséltem, mi Olti Gáborunknak meséltem azt, hogy mi egy olyan ajándékot szeretnénk, direkt nem mondom, mert hát hallgatnak minket, az egyik kedves rokonnak vásárolni, amit egyébként soha nem vennél meg. Egyébként egy ilyen kis technikai kütyűről van szó, és nézegettük az egész országban, az áruházokban, itt van, Székesfehérváron van belőle 3 darab, Mosonmagyaróváron 1 darab, hát ha sietnek, még odaérnek, talán meg tudják venni. Tehát, hogy mindent megvesznek, igen, az emberek. Dunaújváros, na nézzük, azt mondja, hogy M6, M0, M30, keresünk, hát jó jár. Halló, most meg, kicsit szakadozik, kordaklibás a zsinór. Így van, a technikus kollégának mondjuk, aki a stúdió alatt van most, hogy dugja jösszerűen normálisan azokat a kábelet. Vagy lehet, hogy annyi, hogy végigsimítom a fejem, annyira szikrázom, hogy kiüti az. Csak az, mert a rádió hullámokat. Olyan voltott feszültséget csinál a hajam, hogy kiüti a rádió hullámot, igen. Azt mondja, azért hullik, mert ezeket októberben vágták ki, írja Tasi. Ilyen messzire hozzák, vagy miért kell ezeket októberben kivágni? Az talán egy kicsit túlzás a fára. Mert akkor még nem volt mellettük mezőr. Nekünk 15 ezerért a műfenyőnk, pereg, írja valaki. Igazi menő vagy. Azt mondja, hogy nálunk 1000 forint darabja a fának. Hát nyilván attól függ, hogy az ember milyen fát vesz, de az jó ár, Csaba, abból vegyél többet. Nem, ez egy hirdetés volt. Ja. Nagybani piacon 1,5 méter 3500 forint. Egyébként az egész jó. Az egész jó. Azt mondja, hogy nagyon kellemes ünnepeket. Hát drágák vagytok, köszönjük szépen. Nagyon sok ilyen üzenet jön már, ezt előre jelezzük, hogy nem tudjuk mindegyiket beolvasni, de látjuk, köszönjük. Mesélj a Star Wars-ról, kopasz, Bali. Nem tudok, és nem is szeretnék, és nem is kérek senkit, hogy meséljen. Igen, ne legyél kárász, Robert, légy szíves. Nem fogok spoilerezni, nem is akarok, sőt, nagyon szeretem, mert az internetes cikkírok nagyon korrektek, mert mindig, amikor a Star Wars-ról írnak, odaírják, hogy erős spoiler veszél, vagy nincs spoiler veszél. Van. Egyelőre sikerült megtartanom magamnak, illetve hát nem tudom, hogy mik a nagy fordulatok, de mindenkit a jót hallok. Úgyhogy december 30-ára megvan a jegyem. Bizony. Én mindenkitől rosszat. Ne. Esküszöm. Mindenki. A legnagyobb száros az neki, hogy nagyon jó, nagyon jó. Hasonlít a birodalomhoz, hogy nagyon jó, hogy nem olyan, mint az 1-2-3, hogy nem a Lukács. Mondták, hogy ugyanaz az unalmas sztori, mint a régiben. Istenem. Feri. Az, na, hogy fáj ez? Ne, jó, hagyjuk.
hagyjuk. Nem, hogy igazából csak azért mondják ezt neked, mert nem szeretnének veled együtt elmenni. Nagyon rossz film, hallott Feri, ők mennek még egyszer megnézik. Mindenkitől azt hallom, hogy zseniál, és hál' Istennek annyit nem mesél róla senki, mint amit Kárász Róbert mesélt a Mokkában, aki azért egy hát nem is tudom, hogy mondjam, egy kis barackot a fejére megérdemelne, érte? Tehát, hogyha valaki elszpoilerezi ezt a filmet, az nem tudom, a pokol tüzén égjen el, azok miatt, a százezerek vagy milliók miatt, akik meg szeretnénk nézni az ünnepek alatt. Úgy néz ki egyelőre, hogy akár még minden idők legnagyobb bevételt hozó filmje is lett belőle, legalábbis az indítás alapján, mert 21 óra alatt 100 millió dollárt termelt a film. Atyaisten. 100 millió dollárt annak idén, az Avatarnak valami 12 nap kellett ehhez. Hát igen. Igen. Meg fogja dönteni. Persze, a Disney már örül, már tapsolt. Tudod, az első nap után már a levegőbe csaptak. Nagyon izgultak. Már pezsgővel töltik a jacuzzikat, és hívják a lúvnyák. A lúvnyák? Hát gondolom, de 4 milliárd dollárért vették meg az egészet ugye a Lucastól, úgy, ahogy van. De hogy elhajtották a csávót, a forgatás, meg a történet vázlataival, meg mindenen együtt, tehát a forgatás környékére nem. Nem is. Erre gondolt, és nagyon szépen köszönjük, becsukták azt, hogy elhajtották. És hát lenne még egy, a mentőkabinnal érkezik Jar Jar Binks-nak takarott jelen. És itt lenne majd egy ugrálóki zöld majom, jó persze, nyilván. Hát ő csak tönkreteni tudta azt, amit felépített, komolyan mondom. Tehát az első három rész, hát az botrányosan rossz. Na, úgyhogy ne is írja nekünk senki, köszönjük, drágák vagytok, nem is akarunk nagyon tudni semmit a Star Wars-ról. Aki látta, irigyek vagyunk, aki nem látta és szereti, az nézze meg, mert tényleg jókat hallunk. Na, jól van, elindítjuk akkor mi a ma reggelt. Jó, ha van friss közlekedési életek, drágák, küldjétek. Itt mindenkinek még egyszer jó reggelt kívánunk. Nagyon lelkesen, és nagyon helyesen. Köszönjük szépen, hogy kijöttetek. Köszönjük, hogy ennyien vagytok, már így van. Nézzétek a kamionokat, nagyon szépek. Ha valaki akar kamionsofőr lenni, annak pedig pluszban örülünk, mert hogy ezért is vagyunk itt, hogy rábeszéljük a magyar lakosságot. Tessék, kamionsofőrnek. Jó pénz, nyugodt munka. Így van, a lengyel öltözött miniszoknyás lányoknak mondjuk, hogy most egy picit arrébb sétálhatnak a kamionok mellől. Igen, ez most egy kitelepülés. Nem az, amire gondoltok. Ez itt most nem az a parkoló, amire ti gondoltok. Fél hét múlt pontosan 3 perccel, jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc van pontosan 7 óra. Hello, drága Morning Show hallgatók! Az utolsó kitelepülésünk idén. Bizony. Ahol még találkozhatok velünk, drága, kicsi, apró, kicsi, kicsi szeretett hallgatóink. Hát gyertek, látogassatok meg minket. Na, dolgoztok, meg készültek az ünnepekre még. Még megszorongathatjuk egymást egy kicsit, mert hogy kitelepülésünk van így még hozzá. Live in Pólus Now. Így van. A Pólus Centernél vagyunk, a Pólus parkolójában, közvetlenül a bejárat mellett, könnyű bennünket megtalálni. Jégpálya bejárata mellett. Jégpálya bejárata mellett, így van. És hát itt vagyunk. Felvonultunk üvegstúdióval, kamionokkal, mindennel együtt, úgyhogy gyertek nyugodtan még ide a helyszíre. Utoljára találkozhatunk ebben az évben. És van egy csomó ajándékunk. Van egy csomó ajándékunk, azért így van. Érdemes jönni. Azért is érdemes jönni, lesz egy csomó játékunk, többek között gumidobó verseny, nagyon kedveik, dob messzebbre a gumit. Ki dob messzebbre eldobni egy gumit, és aki messzebbre dobja egyébként. És? Az egy vadonatúj téli gumiszettet nyer majd az autójára. Az anyád mindes. Ha nincs autója esetleg, akkor becsomagolja a téli gumiszettet és berakja a fa alá. Vagy ír egy borítékot, hogy nyertem a Baliéknál egy téli gumiszettet, tovább is adom neked sok szeretettel. Ami még ennél is durvább, az a kamionhúzó játékunknak a nyereménye, ami 5x2 főre szóló Waberers Club Hotel üdülés. Azt mondja, hogy 2 darab 5 fős csapatnak kell összeállnia hozzá. Így van, mivel azért... Az a kamionba, ha nem bírjátok, akkor kiszállunk. Így van. Az jár rosszabbul, ahova én ülök, az a csapat. Igen. És elhúztok bennünket kamionostul együtt. Az jó, kíváncsi vagyok egyébként, hogy 5 ember hogy tud megmozdítani, és mennyi idő alatt húz el egy kamiont adott távon. Úgyhogy ez is lesz, tele vagyunk nyereményekkel, még vannak fáink is, ha valaki úgy gondolja, hogy segítünk neki azzal, hogy tudunk egy fát adni. Jöjjön ide, és a kezében nyomunk egy fát. Nem kell megvenni. Legalább ennyivel is kevesebbet kell költeni karácsonyra. Jó? Elsősorban tényleg azok jelentkezenek pályért, akik úgy gondolják, hogy valóban nekik a segítség, ha 3-4-5 ezer forintot megsporolunk. Aki megteheti, hogy megvegye, az inkább adja át szeretetteljesen azon embertársainak, akik esetleg jobban rászorulnak. Jó? Ezt mi nem döntjük el, nem feladatunk. Ha valaki úgy érzi, hogy jönne a fáért, jöjjön nyugodtan, még mindig 40 vagy 50 darab fánk van, úgyhogy tudtok vinni magatoknak. Jó? Ha szeretnétek. Azt mondja, hogy Hajdúszoboszló és Debrecen között karácsonyi fotósok Peti küldte nekünk, valamint a Csányi László körúton a régi 2-es úton Budapest felé menőket mérik, ez Vácon van.
ezt Rolci üzente. Gyerekek, itt van egy rés az üvegstúdión, vagy a hajam miatt érzem csak? A hajad miatt igen? érzem. A hajad úgy húz a hideg, hallod, hogy jelep vagy a fülem. Nem kellett volna felelőtlenül foglalkozni. Eddig ezt itt nem éreztem, mikor hideg volt, de most nagyon húz. A műszakot kérnénk, fújja ki púrhabból azt az oldal. Minden apró kis szellőt megérzek, gyerekek. A kopasz fejemmel. Na játszunk! Itt vannak már is a játékosaink. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Hello, hello, ciao. Sziasztok! Hello, mindjárt bekapcsolva a mikrofonodat, hello. Hello, sziasztok. Hello. Egy-két, most már jó. Na, kit hogy hívnak, hello. Hello, Ferenc vagyok, Nárudvarról. Ferenc, hello, te mit csinálsz ilyen messziről itt nálunk? Erre jártál, vagy kifejezetten hozzánk jöttél, hogy itt legyél velünk? Kifejezetten ide jöttünk. Ó, de drága. És a mai napot ezzel töltsük, hogy szórakozni fogunk itt Pesten. Tényleg? Te jó, köszönjük szépen. Fogtad a gyermekeket és mondtad, hogy akkor ma a szórakozási a főszerep, kezdünk a Morning Show-val? Így van. Mikor keltetek aprók? 3 óra. Ah, azért. Nem kell végre, nem kell iskolába menni, és a fater is 3-kor. Indulunk, kicsi. Tehát arról szól, apa szórakozni akar, gyerekek, ti megjöttünk vele. 3-kor ébresztő, ülünk a kocsiban, megyünk a Morning Show. 3-kor ébresztő, aztán reggeli torna. Vagy ti akartatok jönni? Mi is akartunk jönni. Jó, van csak. De aranyosabb. Aludtatok a kocsival kicsit? Azért aludtatok. Igen. Persze, nagyon egyszerű. És mivel telik a mai nap? Megnéztek bennünket, itt vagytok egy kicsit, és aztán mivel jár még a mai? Hát valószínűleg még benézünk egy-két plázába. Aha, kicsit vásárolgattok. Igen, szétnézünk, hogy milyen lehetőségek vannak. Aha. A leányzó pedig már itt nagyokat pislog már mostkor reggel. Képzeld, mi lesz a reggel. Hello, hogy hívnak? Ciao. Na, mondjad. Édesem, ő szégyellős. Nem, baj, majd kiszedjük belőle valahogy. Megcsikizzük. Kivel szeretnétek játszani? Hát igazából nem döntöttük el, mert mindenki nagyon erős. De... ebben a formában ez így van, így van. Szerintem Jani lesz az. Jani, jó van. Csak a kisebbik lányoddal ne kelljen játszanom, mert valószínűleg passzivitással megnyerném a játékot. Igen, te játszol, nem Fecó, ugye? Igen, én játszom. Oké. Okay. Jól van, indítjuk az órát, na figyeljetek, még nem döntöttük el ezt a hetet, de majd holnap a stúdióban van, eldönthetjük. Ne szórakozzál! Bárhogy alakul, még én forszíroznám az Univerzum királya címet, de ti tudjátok, holnap majd a stúdióban erre visszatérünk. Ezzel fog elmenni az egész év, basszus. Megint. 3-2-1, és tessék! Fecó, azt mondtad, hogy Nádudvarról érkeztetek, ugye? Így van. Nádudvarról. Minden reggel ilyenkorán keltek? Ez a 3 óra, ez egy standard? A gyerekek általában kellnek az iskolába rendesen olyan 6 óra fele. Nádudvaron járnak iskolába? Nádudvaron járnak iskolába, a Kői Sándor általános iskolába. Mennyi idősek? Hanyadikosak? Húha, ezzel megfogtál, Fecóval. Fecó az 11 éves lesz, Ritus ő pedig 6 éves. Akkor hanyadikosak? Akkor a kisebbik? Hanyadikos vagy? A kisebbik még csak óvodás. Ne segíts. Elsős. Elsős? Első osztályos. Első osztályos, a nagyobbik pedig? A nagyobbik meg negyedik osztályos. Negyedikes. Jövőre akkor felsős lesz. Ugye? Ötödikes lesz. Az felső, nem? Ja, basszus! Igen, szuper! Jani védelmében ritkán találkozik az ember olyan szülővel, aki nem tudja, hanyadikos vagy. Hogy hívnak? Hanyadikos vagy? Hogy van? Hova jársz? Te vagy az? Ez miért indul el? Gyerekek, automatában alapszom. Nem baj, adjad neki, hadd szóljon. Várja, lecsuktuk. Jó, természetesen egyébként akár nyertél volna, akár nem. Most nyertél, gratulálunk. Mindenképpen jár egy ajándékcsomag, a kitelepüléseken mindenkor adunk, illetve még egy Waber SS ajándékcsomag is neked. Köszönjük szépen, kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen. Gyerekek, szép. Egy fenyőfa befér a kocsiba hozzátok? Örülnétek egy fenyőfának, vagy már megvan a fátok? Már megvan a fán, köszönjük szépen. Akkor átadjátok valakinek a lehetőséget. Reggel korán jöttünk, és itt volt minden, megvan. Ja, hogy innen vitetek fát, már van fát. Igen, megkerülték a sátrat, és ott be lehetett mászni. Igen. Feltörtetek egy fakereskedést hajnal. A négyes mellett. Megértem. Jó van. Akkor van plusz egy fánk, azt átadjuk valakinek. Na jó. Így van. Nagyon szépen bukjuk a hetet, gyönyörű. Eddig? Most kell. Eddig nem túl biztató. Azt kiderült, hogy a legkisebbik lányt hogy hívják? Nem. Szerintem az apukája nem tudta. De hazaérek, megkérdezi. Anya, hogy hívják? Nem, hányadikos vagy? És te? De édesek voltak. Zseni volt a fater. Most megfogta.
Mekkora duma? Hányadikosok a gyerekek? Most megfogtál. Végül is csodál. Még azt kérdezed, mi a kedvenc főzeléke, megértem, hogy nem tudja, de hányadikos a gyerekek? Az iskolán. Azt az anyuk tudja. Nem én intézem. Zseni volt. Egy perc a pontosan 7 óra. Várunk friss közlekedési híreket. Mi pedig jövünk vissza, drága hallgatók, már az első játékkal, hiszen közeledik a karácsony, érkezik a Jézuska, a szeretet ünnepe már mindenkit átítatott, úgyhogy jöjjön a kerékdobó verseny. Hogy ettől kapcsolódik, nem tudom. De úgy felvezettem, hogy azt hiszem, hogy kapcsolódik. De elég világos van már a kerékdobó versenyhez? Hát, hogy bácska van, vere? Egy kis fékcsikorgás? Kellett nekünk az a néni. Hívjuk a mentőt. 7 óra pontosan, jövünk mindjárt vissza. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánom én a Morning Show hallgatónak. Hello, hát ilyen hidegben is, így decemberben, néhány nappal karácsony előtt, ami drága hallgatóink itt vannak az Üveg Stúdió előtt, sosem csalódunk bennetek. Annak ellenére, hogy ez a kitelepülés egész gyorsan szerveződött, és nem is volt nagyon sok időnk mondani. Ennek ellenére már most nagyon sokan vagyunk itt az Üveg Stúdió előtt. És ez nagyon jó is így egyébként, mert rengeteg játékkal készültünk, úgyhogy lesz nem sokára egy kerékdobó versenyünk, lesz kamionhúzó versenyünk, ahol a nyertes csapat, mint az öt ember másodmagával elmehet egy kicsit pihenni, egy balatoni üdülőbe néhány napra, mind az öt ember, tehát ott öt és még valakit vihet, tehát 10 embert elhagytatunk. De nem kell ismernetek egymást, az a lényeg, ugye öten, tehát hogy nem idegenekkel fogsz menni, hanem te a pároddal mész el, ha nincs vált akkor is. Nem, két darab ötszemélyes szobát fogunk kisorsolni, ahol majd együtt fogtok valami. Mekkora buli lenne. Igen. Tehát ez is lesz, illetve a kerékdobó versenyről, hát ott elsősorban pasik jelentkezhetnek, ott a nyertest pedig megjutalmazzuk majd egy téli gumiszettel. Ami azért nem gyenge. Ami nem rossz. Gondolom, hogy milyen árak vannak mostanában. Hát a 100 fölött. Bizony. Milyen a guma, mekkora kell belőle, de azért ez egy 100-as alsó hangon is. Jól jön az karácsony előtt. Nagyon fontos információ még, hogy az összes játék regisztrációhoz kötött, tehát hogyha valaki kijön ide a helyszínre és játszani szeretne, az a Wavberet sátornál mindenképpen regisztráljon, ahol kap egy karszallagot, mert hogy a játékoknál csak olyanok vehetnek részt, akiknek van ilyen karszallag, akik található mellettünk a Wavberet sátor. Ha a bal oldalra néztek és nem látjátok, akkor a jobb oldalon van a sátor. De jobb oldalra autóval fotózna a kávé, és Ati küldte nekünk. Nyírvátor van a Császári úton, mérnek kellemes ünnepeket. Lac, 73, köszönjük neked is. Tök és zsámbék között nagy a köd, óvatosan menjen mindenki. Dév küldte nekünk, Velence déli 37 perc. Az szép. Jó, az jó. Most még ugye semmi nincs. Igen. M3-as nedves balesetmentes, havas, esős, akármi hullik, DT küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán állítólag a hallgatónk, Fecó kimondta a nemet, és ezt többen is írjátok. Anna majd visszahallgatja, igen, közben mi is rájöttünk, hogy valószínű volt egy nem. Uh-huh. Már, de... Az ajándékcsomag az ő, a pont igen. Miatt viszont... Hát nem igen, mindegy. Ugye? Nem mindegy, úgyhogy Annával visszahallgatjuk, mert holnap már az Üveg Stúdió helyett az igazi stúdióban leszünk, és én ott szeretném azért ezt 3-4-kor forcírozni, hogy bárhogy is állunk, azért tegyük föl ezt a 3 napot, az univerzum, a tejútrendszer és a galaxis császárai című. A Balázs is az egész éves eredményt megint szét fogja trollkodni, köszönjük szépen előre is. Figyelj, tényleg küzdünk 37-et megnyerünk, és egy ilyen könnyed kis piruettel odadobjuk. Szeretek veszélyesen élni. Figyelj, ha igazán merők vagyunk, feldobjuk az egész. Nyilván meg valami mondjuk... nagyon szép játék végén, hogy jó reggel, fáradtak, hogy igen. Benivel is mindig így focizom, tehát itt 8 óra vezetek, de jó, utolsó gól belövés után akkor hagyom, hogy hadd érezze. De persze ez nem azt jelenti, hogy odaadjuk, csak hogy bátrak vagyunk, és merünk egy kicsit reszkírozni. Nem, ez nem bátorság. Ez értelmetlen esztelenség. Igen. Na, azt mondja, hogy Anna visszahallgatta, Sólyomszem jelentkezik, írt nekünk közben. Csak az állás miatt Feri kimondta a nemet, amikor Jani azt kérdezi, hogy hányadikosok a gyerekek, erre Feri azt válaszolta, hogy ugye Feri vagy Fecó játékosunk, hogy Fecó hányadikos vagy, mert nem tudom, szólt oda a saját gyerekének. Aha. És itt volt a nem tudom, ami azt jelenti, hogy akkor tulajdonképpen a pont a miénk. Egy nulla ide? Így van. Ez az. Egy hatodik tapsot. A pont, amilyen Fecó megtarthatja a fenyőfát és az ajándékcsomagot is természetesen, de itt a pont. Na, így holnap már gyerekek, holnap már simán feltesszük. Persze, nem teszed föl simán. Holnap már simán feldobjuk. Na, 1-0 van tehát ide.
Jól van, azt nézem, hogy van-e még valami fontos SMS-ünk? Nincs. Illetve hát boldog ünnepeket, meg egy-két hozzászólás még. A témán sokan írjátok, hogy jöttek ide ki. Gyertek nyugodtan, egyébként érdemes ide hozzánk kilátogatni. Láthattok élőben például Waberers-es kamionok. Amiben mi bele is fogunk ülni. Ti viszont még nem. És úgy húzhatjuk el magunkat. Csecsek is kamionok. Igen. Aki elhúzza az egyiket makkal, az hazavihetti a kamiont is természetesen. Nem a Fridinél volt valami... is álljuk. Nem a Fridinél volt valami csávó, aki elhúzta makkal a kamiont? Nem ott... De herével húzta el. Nem volt herével elhúzta. Nem húzta a kamiont. Felemelt, csúcs felemelt. Kamiont elhúzta herével. Elhúzta a kamiont herével. Volt valami, húzott, rátette egy ilyen rohadt nagy kötél, meg a Fridi be is nézett alá. És akkor utána... Vagy az lehet, hogy máskor Az nem kamion volt. Nem. Az nem kamion. Már el, hogy nem ez a Robert Lyons volt. Ja, de volt valami kung fu mester, hát konkrétan van egy olyan kung fu technika, aminek az a lényege, hogy hosszú évek kemény munkájával és összeszorított fogaival feledzik ugye az alsó nemesebb testrészüket úgy, hogy nagyobb terheket is vitani, 20-30 kilót is el tudjanak bele emelni. És akkor egy ilyen kis szoknyaszerű ilyen cuccba volt a szifu, és akkor voltam egy ilyen habszifu, és ráakasztották a súlyt, a Fridi pedig oda ment, alánézett, és aztán pedig elismerő arccal azt mondta, hogy hát, elege. Az a nyátkeser, hát, neked aztán. Nem, erre nem kötök poén. Fridi néze, alánézett, és azt mondta, hogy, és akkor itt álljunk meg, mert jön a karácsony. Így van, mert 8 dolgot tudnék ráfűzni azon. Erről sem a szenteste jut az eszembe. Hanem inkább egy legény búcsú. Nem, erre most nem akarok már holnap címlapon lenni. Egyikünknek se tenne jó, hogy holnap címlapon lenni. Ami viszont nagyon fontos. Igen. Hogy holnap után, december 23-án DJ Oti. Jézus, még az is van. Óév búcsúztató bulija a Morning Show-ba. Csináljuk már egy ilyen promót. Ez ma még meg lehet csinálni. Az a baj, ma kéne legyárni, csak az vissza kéne menni. Óév búcsúztató a Morning Show-ba. Na, figyeljetek, maradjunk csöndbe egy pillanatra, és mondd fel. Most 3, 2, 1, tessék. 2015, december 23-a. DJ Oti új búcsúztató retropartia a Morning Show-ba. Meg is vagyunk. Megvan a promo mondat. Viktor, állj neki. Zsül, írja Viktornak egy e-mail, 10 legyen meg a promo, menjen 2 napig, óránként egyszer. Ez most nagyon komoly. Zsül, tényleg, jó? Oké. Okay. Úgy egy gyönyörű lett. Persze. Te tökéletes. És klubhimnuszok. Klubhimnuszok. Az előbbi hanggal. Léci, maradjunk megint csöndbe, és mondd fel megint, és klubhimnuszok. És? Nem, kis csönd, és utána 3-2, hogy tessék. De várjál, közben alárakok egy kis zenét. És? Klubhimnuszok. Például ilyen. Igazán ütős. De jó lesz, hogy és klubhimnuszok, gecó. Legyen így. Ilyenekkel is készülök. Tudtok majd szeretelni. Biztos, hogy be kell menni? Ki az, aki szereti ezt? Ki az, aki régen emlékszik erre? Hoppá! Nézzétek meg a kezeket! De 1900... tényleg a három kézre mondod. Jó, és akkor 2 itteket. Jó lesz ez. 1-2 ilyet is leadunk majd. Na. Oké, jól van, ennyit erről, viszont most gyorsan telefonáljunk, mert hogy mondtuk, hogy ma szeretnénk néhány családot boldoggá tenni, ugyanis... van nekünk némi kis, hát hogy is mondjam, készpénzünk tulajdonképpen, mert ami drága Waberers-es barátaik úgy döntöttek, hogy ők is segítenek, beszállnak a mi kis jótékonykodásunkba, és lehetőségünk van néhány családnak megkönnyíteni a karácsonyát, ami azért egy nagyon nagy dolog, és ugye volt egy e-mail cím, hát elképesztő mennyiségben jöttek e-mailek, és olyanok, hogy az ember szíve tényleg összeszorul, bárcsak mindenki kaphatna, de mondtuk, hogy nem tudunk sajnos mindenkit kiválasztani, 5 családra bögtünk rá, szinte véletlenszerűen, úgyhogy őket most felhívjuk, hát reméljük, hogy mindenki ott ül a telefonja mellett, és föl tudja venni a telefon, gyorsan visszahívunk valakit, és hát megajándékozzuk, megjutalmazzuk, hát egy kicsit könnyebbé tudjuk tenni a karácsonyát, hát ebben a formában nem is elég kifejező, mert ez egészen ez biztos, hogy így van. Jó komoly 100 000 forint. Így van. A Gentesti. Halló, jó reggelt kívánunk. Morning Show, hello. Szia. Hello, bizony, mi vagyunk. Feri is itt van, Jani is itt van. Szia. Én is. Hello, mondj nekem egy keresztnevet, csak hogy lássam, jó helyen vagyunk. Marian, hello, Marian.
Hol vagy? Merre vagytok helyileg? Szombathelyen. Szombathelyen, Marja. Drága vagy, te ott ültél a telefonod mellett már 6 óra óta, és bíztál benne, hogy hát a megcsörren? Nem igaz, mert éppen még a kicsi még alszik, és az előbb felébredt, és még mellé feküdtem. Ó, még egy kicsit összebújtatom. De jó nektek. De jó nektek. Na, hát írtál nekünk egy nagyon-nagyon hosszú és egy nagyon szívhez szóló levelet. Igen. És... Ezeket meg is irattam, szegény. Tessék? Mondd meg a kolléganőnek, hogy ne haragudjon, mert annyira, amikor fölhívott, szegény, pénteken ugye még egy ilyen, volt egy ilyen telefon egyeztetés, én annyira meghatódtam, hogy szóhoz sem jutottam. Igen, hát Gyuri mindenkit visszahívott ugye ellenőrzés igen. szempontjából, hogy jó-e a telefonszám, persze, természetesen. Te beszéltél Gyurival, igen, így van. Igen. Na, hát elmondod, hogy mire lenne igazán szükségetek, vagy miben tudnánk egy picit segíteni, hogy könnyebbé tegyük a karácsonyt? Hát az az igazság, hogy ha most ezt megkaptam, akkor biztos elmennék egy nagy bevásárlásra. Ez biztos. Hány gyermek van a családban? Öt fiad van. Öt fiam van, igen. Marci az 2 éves, Nándi az 4, Gardambás 6, Kiseti 13, Zorika meg 17. Na most, ha jól tudom, ugye volt egy házvásárlás, az rosszul sikerült, igen, eladósodtatok, mert hogy svájci frankban, és akkor igen. innentől kezdve indult el. Hát igen. Hát biztos sokaknak ismerős, sajnos igen, ez így volt. Tehát nagyon sikerült egy nagyon szép házat henni, persze nagyon sokat kellett volna még dolgozni rajta, de a miénk volt, olyan örültünk, és akkor egyszer csak bejött ez a svájci frank, és akkor onnantól kezdve. Azt hiszem 30-valahány ezer forinttal kezdtünk, és a végén már 120, tehát képtelenség. Igen, azt írtad is a levélben, hogy szörnyű hónapok következtek, igen, sokszor igen. volt olyan, hogy a gyerekeknek tudtatok enni adni, de ti már nem nagyon tudtatok. Hát nem, ez így volt. Igen, hát azért az elképesztő mindig, amikor az ember ezt olvassa. Igen, és mire lenne leginkább szükségetek? Tehát elmennétek egy nagy bevásárlásra? Ez biztos, hogy vennénk a gyerekeknek ajándékot. Ha nem ez telefonáltunk volna, akkor előfordulhatott volna, hogy nem kapnak semmit? Szoktam venni, tehát mindig úgy van, hogy 5 fiú van szeptembertől kezdve mindig veszek apróságot, tehát ez szégyen, nem szégyen, mert tudiba lemegyünk, és én azt mindig nézek valamit, tehát valami kis apróságot, ez így van, apróságot kaptak volna. Valami kis, ilyen kis plüssöket, meg kis autót, meg a fiúk viszont a nagy fiúk Star Wars őrületben vannak, és nekik egy mozi jegyet vettem. Egy mozi jegyet. Édesem, ők szeretik tényleg? Imádják. A kicsik is. Hát ez előbb-utóbb mindenkit megfertőz. Marjam. Nem értem, hogy őket nem, igen? Nagy terített karácsonyi asztalról gondolom, hogy szó se lehetett volna. Hát nagyra nem. Nem. Akkor nyilván a nagy bevásárlásban lehettek volna tartós élelmiszerek is. Ez biztos, persze. Ennyi gyereknél muszáj. Hát hogyne. Marja, akkor mi próbálunk nektek egy kicsit segíteni, jó? Úgyhogy mivel te voltál az első, kiválasztottunk, így adás után akkor mindenféleképpen visszahívunk, és megbeszéljük a részleteket. Jó? Köszönöm. Jó, hát mi köszönjük, okay. hogy írtál, örülünk, hogy egy picit tudtunk segíteni nektek is. Köszönjük szépen, hogy boldog karácsonyt kívánok nektek, minden jótosság. Köszönjük szépen. Hello, Marjan, puszilunk, kellemes ünnepeket, ciao. Hello. Hát gyerekek, az nem eléggé kifejező, hogy hány e-mail, hány levél, miket kaptunk, elképesztő. Sajnos, milyen állapotok vannak. Igen. Hát bárcsak adhatnánk mindenkinek, hát ebben az esetben is azért örülünk kell neki, hogy 5 családnak azért szebbé tehetjük az ünnepeket a Barberos jó voltából. Így van. Na, akkor megyünk is tovább, jó? Fogunk még hívni családokat. Mindenki, aki levelet küldött, nyugodjon meg, még van esély. Természetesen az ő telefonja szólaljon meg. Most viszont játszunk, mert hogy van egy kerékdobó versenyünk, ugye? És hajtsd messzebbre! Minél messzebbre, annál jobb! Én megmondom őszintén, hogy én még nem vettem részt kerékdobó versenyen, életem első kerékdobó versenye ez, és már nagyon várom. És ki akarod próbálni? Nem, akarsz dobni is? Hát vagy csak... Én szerintem nem tudnám felemelni ezeket a kerekeket, de szerintem Ferének sikerülni fog. Na, jó, én Ferenc csak nagy vagyok, elindult. Nem erős, aha. Hát gyerekek, azért ne keverjük össze. Figyeljetek, csak mondom azért, hogy ott még egy picit ködös arra fele, úgyhogy olyan messzire ne dobjátok. Ezt kell eldobni. Ott megy egy nyugdíjas néni egy bevásárló kosárral, hogy szóljatok neki, hogy a célzónában van, úgyhogy és hozzávisz az egyik kerek. Gyerekek, csak mondom, hogy ez nem átlagos kerek, tehát hogy ez nem egy személyautó kereket fogunk dobni. Mit látsz magad előtt, Ferenc? Hát ez egy marha nagy kereket. Mennyi ez, mit gondolsz?
Vagy 30 körül. 30 kiló. Azt akarom, hogy én emeljem föl. Nagy képű. Hát kérlek, szépen van egy ilyen. Én kezdtem. Na jó, hát hagyjatok már, ki akar dobálózni. Marha nehéz. Ezt tudod, hogy felmegy a vérnyomásod felé, beáll a derekad karácsonyra, ne csináld. Ne csináld. Segítség, tegyétek vissza. Látod, ezért is téli nyári gumiszett a kamionom, mert ezért hogy cserélgetni ebből egy nem tudom hányat lecserélni, azért az elég melós lenne plusz a tárolás, hát ezért ezek ilyen négy évszakos gumik. Sokan kérdezik, hogy miért nincs a kamionnak téli gumia. Többek között ezért. Meghúztad magad, Feri? Elhallgattál. Egy kicsit igen. Feri, ne emeljétek fel a lábát a Ferinek. Akkor ne, mert tudod, az van, hogyha lehajol, akkor elájul. Ha elájul és elfekszik, akkor meg merevedése lesz. Majd legyetek kedvesek, vigyetek vissza a stúdióba. Itt van két játékosunk, neved? László. És a másik? Nándor. László és Nándor. Jó kötésű két fiatal ember, akik szeretnének gumit dobni. Fogtatok már valaha kamion gumit, vagy volt a kezetekben? Én soha. Igen, fogtam. Hogy? Hát úgy, hogy kamionsofőr voltam 3 évig. Az igen. És azt akkor így kellett sajnos. Belföldi vagy külföldi? Ez külföld, Dánia. 3 évig csináltad? 3 évig, igen. És utána abba hagytad? Igen. Nyilván, hiszen már nem csinálod. Szép volt, Bari, ugye? Micsoda riporteri kérdésed? Damzsott neki, ő az, ő az. Így van. Micsoda riporteri kérdésed? Mindjárt vége az évnek, de még mindig vág az agyam. Így van. 3 ezért az hosszú idő. Szeretted csinálni? Hát szerettem, csak a család az volt a gond. Az a kellett jönni. Mi szóltak, hogy túl sokat vagy távol? Hát igen. Igen, hát azért jó munkakörülményeket is lehet most már teremteni kamionozásban, jó pénzt is lehet adni. Ez az egyik, ugye, ami kicsit nehezebb nyilván, hogyha elmész hosszú időre. Ez így van, pénz az tökéletes, viszont család nélkül nagyon nehéz. Úgy miért nem vitted magaddal őket? Ott ültek volna melletted, és csak hűlök nyilván. Nem, aki kényelmesebb család. Ne nyújjál. Mama, kész van már a rakott krumpli. Így jobb, csinálom, hát, Lacika, kész van a házi feladat? Ez nem mindig. Igen, ez picit az nehezebb. Felváltva alszottok hátul. Hát igen. Jól van, na. Figyeljétek ide, drága hallgatók. Egyszerűen a szabály kidobja messzebbre, ugye? Igen. Tehát nincs egy adott táv, ahova el kell dobni, aki messzebbre dobja. Az irány az megvan határozva, vagy a saját érdekükben a nézők egy picit húzódjanak hátrébb. Mit szeretnétek, nekifutásból vagy állóhelyzetből? Én a nekifutásból nagyon bírnám. Hát, jó. Ha egy 30 kilós gumival nekifutott, már bírom. Tehát már külön jó. Hát úgy, mint a diszkoszvetést, hogy tudod, ez hogy egy kicsit kör, és akkor utána egyszer csak elengeded. Tehát mindenki menjen néhány sebesülte. Persze. Legyen nekifutásból. Ki kezdi? Jó, melyiköt vállalod? Vállalom, persze. Gyere. Te vagy a? László. Laci, még mindig nem múlt el. Jó van. Jobbkezes vagy balkezes vagy, Laci? Jobb, ez jó. Látható. Na mit szólsz, nehéz? Annyira nem. Alázzál még meg. Jó van. Én itt sírtam. Jó, hát Feri, most érted. Nekifutással, tuti. De akkor legyen álló helyzet, te mi? Jó, figyelj, a technikát bízzuk rájuk. Ahogy szeretnétek. Egyébként ez jó, a technika rátok, annyi, hogy ne öljetek meg senkit, jó? Ide tedd ide a lábad, a szőnyeg szélére. Úgy van, nehogy megcsúsz. Fogd meg a gumit, meneküljetek. Fogd meg a gumit. Fogd meg, de aztán csak óvatosan ügyesen, hogy miért tovább tartson. Laci óriási technológia, mehet. Mit csinál, Laci, közvetít? Egyet meg, hát ez nem lett egy nagyon messzi. Mi történt, nem látjuk. Gyakorolni kell még. Laci egyet lendített, nem is kettőt, és egy lendítéssel, hát mondom neked, ez egy, kettő, három, meg egy kicsi, de mindjárt lemérjük pontosra. Jó, mondjuk te 3-at lépsz, igen. Ott vagy Tündérországban. Nekem ez 24 volt. Igen, a Jani az alatt elfárad. Jó, de az nem egy méter, tehát én métereset lépek. Az óriás nagyokat lép. Jó, lemértük, kicsit úgy tűnt, mintha Laci gurította volna. Jól láttam, vagy ebben azért olyan nagy dobás nem volt, Feri? Nem volt ez guritárkolás. Nem volt? Láttam. Rossz, jó, hát messze vagy. Bemegy, vigyázzál vele, ő olyan. Rámulítom az üveg stúdiót, te hallod. Mennyi a Laci-é, mondjátok meg. 330. Micsoda? 330 méter, nem lehet 330-at dobni. Hol látnak jó. Az a gumi? Új palota? Nándi, gyere! Nándi alacsonyabb egy fejjel, de hát ő ugye kemény kötésű mokány kamionos gyerek volt. Annak volt idején... olyan defektet kapott? Azt kérdezzük már meg előttem. Nem. Soha? Nem. 3 év alatt? Soha. De mi ezek ilyen defektmentes gumik? Vagy nem autópályán közlekedik. És miért ott nincs defekt? Hát, de, lehet. Uh-huh. Csak nem volt. Nem volt. Egyébként, ha van, akkor te ott nincs nagyon segítséged, nem? Tehát akkor ott egyedül kell kicserélned. Tehát ott az hát szakszerű... azért van főnökség, telefon és küldik a segítséget. Én nem értek a kamionos világhoz, de nagyon érdekes, hogy van egy defektetek kamionsofőrként, följ volt a főnökség, azt mondja, lerobbantam Németországba, Berlin mellett, küldjetek valakit, és valaki itt beül egy barkaszba, és elindul Berlin mellé kereket cserélni? Ez pontosan így. Nem mondod komolyan. Már. Tényleg? Igen. De miért nem ti álltok neki? Nem tudjátok, vagy nem nyúlhattok hozzá, mert arra egy képesített ember megy kereket cserélni. Nem nyúlhatunk hozzá, nincs is szerszám, amivel ezt meg tudjuk. Na de várjál, azt a mindenit. És akkor te mit csinálsz? Megvárod. Mit csinálsz addig? Hát állunk. Háromszög.
Na de... Háromszög benálltok, atyaisten, mit várnak el az embertől? Jézusom, ez nem az artista képző, azt mondod kamionos volt. Úristen, de könnyörte lesz a figyelj, és de ott a helyszínen megy valaki, vagy pedig ott Kopenhága környékén megvárjátok, még Budapestről odaér valaki? Nem, ez ottani. Ja, ottani. Azt hittem, hogy Józsikám, akkor menni kell Berlin mellé. Így van. A minden itt neki. Az kemény. Szurcoljatok, mert vár oszló. Tudod. Igen. Na jól van. Nézzük meg akkor, hogy egy igazi kamionsofőr, aki ért hozzá, hogy dobja a bukit. Állj oda a szélére, te is. Úgy? Én bízom benned. Szerintem ez, Laci nem lesz ellenfeled. Három? Na, aha. Na, Nádit elrántotta a gumit. Igen. Hopecska! Látom a Pólus Center, töcsém! Mennyi? Hát nem akarlak elkeseríteni, igen, de mi volt? Mi történt? Nem láttuk. Mi volt, Laci? Ez megcsúszott. Megcsúszott? Micsoda? Gumi? Kézbe, gumi. Ó, csúszott a gumi. Az sose jó. Az éreget, nem jó. Hát vannak helyek, ahol jól csúszik. Én a hintőporosat soha nem szerettem. 265 cent. 265, Laci a nyertes, úgy néz ki. Ami pedig azt jelenti, hogy egy téli gumi garnitúrát kap a gépjárművének megfelelő típust. Ha van kocsi. Van kocsi? Nekem nincs, de a sógoromnak van. Hogyha milyen nagy lelkű vagy, de elkérd a felét azért lóvéba. Az egészet. Ja, hát hány de szeretlek. Ez a, figyelj, megvan az a sógornak karácsonyi ajándék, de ki kell fizesse. Én be kell tenni a falá egy borítékot, a baliéknál nyertem téli gumiszet. Sok szeretettel, Sógi. Verakod, megírod a borítékot, meg is van tulajdonképpen. Ja, szép karácsonyi ajándék lesz. Egyébként tényleg így van, tehát decemberben még nem késő fölrakni egy szép téli gumiszetet. Sőt, még januárban sem. Sőt, februárban sem. És föl lehet rakni márciusban is. Aztán már nem találkozunk. Nándi, karácsonyfád van már? Van, úgyhogy akkor azt se adjunk. Jó, azt se adunk. Jó. Jó van. Jó, de természetesen a vesztes játékosnak is adunk egy Waberer-es ajándékcsomagot. Jó. Vigasz békén. Így örült neki. Köszi srácok, vigyázzatok magatokra, kellemes ünnepeket, szevasztok, csokoltatunk mindenkit. 8:30 pontosan 3 perccel jövünk Ákos után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. Egy perc szóló mindenkinek, gyerekek, mi volt ez? Micsoda, mi? Ne, na most, ha ebbe belekötsz, akkor viszont... Dehogy is, nagy... nem, csak nem tudom. Hát ez egy régi Demjén nóta, amit nagyszerűen földolgoztak, kis rebbetétel, átrakták az alját, modern, fiatalos, cool, trendy. Na, ezt ki szerette ezt a dalt? Ki szerette ezt a dalt? Látod? Ugye, hogy voltak hárman? Na, kicsit többen voltak, jó, mint az előbbi diszkóra. Csak és kizárólag ilyen dalokat játszok. Kiváló dalok. Egy kiváló rádiót, nem? Az. Kiről beszélsz? Kik voltak ők? Hallott, ne ismerem őket, persze. Jó volt ez egyébként. Humorizálunk, csak humorizálunk. Én mondjuk a saját számaikat jobban szeretem, mert egy zseniális kis csapatról van szó. Ebben saját rész is volt benne. Egy-kettő. Meghallgattuk. Azt mondja, hogy M7-esen Budapest felé Siófok után egy korza a gyerekek forgalommal szemben. A rendőrök már kint vannak. De jó Isten, hogy? Sose értem. De tényleg nem értem. Rossz irányba menj. Ja, kösz. Azt mondja, hogy M1-es 140-es kilométernél Trafia Street-a küldte nekünk. Aztán azt nézem, még egy Tiszafüred és Korosló között a híd előtt mérnek a rendőrök további szép napot. Valaki azt írja, hogy károk bőzért, Jani, nem vagy hiteles a Waberer arcaként. Hát ebben azért nem van igazság. Ezzel nem tudok vitatkozni. Tehát, hogy igen, ha, tudjuk. Igen, hogy... meg ha egyszer lesz jogsíd, az nagy örök, hogy ekkora lesz. Tehát, ami jó erre is. Jó, de viszont, hogyha belegondolod, hogy olyan nincs, hogy de viszont, mert vagy de, vagy viszont. Igen, jó, hagyjuk az iskolát. Úgy sem jártam oda soha. Szóval a lényeg az, hogy de egy kamionos engem elvihetne, nem magával, és akkor én ott lennék abban a hátsó lefüggőzött részben, és mindig előjönnék ilyen, mint apu kedvenc ilyen kis kötényben, és hoznék előre, mit tudom, ilyen frissen sült muffinokat, meg ilyenek, tudod, hátra szólna ebéd. Érted? És ott hátra sütögetnénk, főzögetnénk, nem? Hát ez egy ilyen albófülke, nem tudom azért ott mennyire tud sütni, főzni, tehát azért azt nehezen tudom elképzelni, hogy 3 mikró, 2 izé... kis fritőzott bent, csak a sütöd a kis húsokat, meg nem tudom, tehát ez egy ilyen kis alvó kabinot hátul. Elvinne magával, estére meg itt tudom én kiláncol belőle a kamionnak a lökhárítójához, és arra jönne valaki, akkor... Nem? Igen. Elüldöznéd a rablókat, igen. Kis házőrzőm. Na, azt mondja, hogy hívjunk megint valakit. Jó, hívjunk valakit, mert hogy 5 családnak szeretnék egy kicsit segíteni. Már hívtunk valakit, szerintünk jó helyre megy, ugye Mariannal beszélgettünk, de most hívunk újra valakit. És hát megnézzük, hogy felveszi-e a telefont.
mindenki izgulhat, aki írt levelet. Bizony, hát nagyon-nagyon sok levelet kaptunk, olyan helyesek jöttek tényleg, hogy az embernek az esze megáll, hogy családok milyen állapotban várják a karácsonyt, elképesztő. Igen, tessék, Gyalúz Gyula. Hello, Gyula Balázs, Morning Show. Hello, itt a Feri meg a Jani is. Jó reggelt. Szia, Gyula. Szia. Jó reggelt, szevasztok. Jó reggelt, hello. Hát azt hittük, már fel se veszed. Kicsit megijedtél. De. Ott csak voltál a telefon mellett? A vécéről rohantam be. Oda nem szoktam magammal vinni. Hát, jól is teszed. Lehet, hogy ezt az ember jól is teszi. Gyula, írtál nekünk egy levelet, ugye? Igen. Igen. Na, hát ugye ezt a levelet nem mindenki olvasta, nyilván mi olvastuk, hogy csak nagy vonalakban el tudod mondani, hogy mi a helyzet veletek, hogy érezzék a hallgatók is. Én azt gondolom, mindenkinél jó helyre megy, meg mindenkinél jó helye lesz ez a pénz, de hogy nektek miért tudnánk ezzel egy kicsit segíteni? Hát igen, Isten, igazából nálunk az alaptörténet az az, hogy nekem 2 éve kapott a feleségem egy súlyos agytörzsi agyvérzést, ami alapján gyakorlatilag teljesen maga tehetetlen lett, mozgásképtelen, meg egyebek, tehát én látom el, én foglalkozok vele itthon. És ugye ebből kifolyólag ugye én nem tudok elmenni dolgozni. Normál esetben el lehet menni mellette, ugye mert ápolási díjon vagyok itthon mellette, tehát 4 órában el lehet menni mellette, de hát ő olyan helyzetben van, hogy tehát az ember nem szívesen hagyja magára, mert bármikor előjöhetnek olyan történetek, amikor úgymond itt kell lennem mellette. És van egy közös gyermeketek, ugye? Igen, van egy 12 éves kisfiunk. Azt hallottam, hát hogy ugye, egy igazi kis hős, nem panaszkodik soha, segít. Igen, tehát rengeteget segít a háztartásban, tehát anyukájának, tehát eteti, itatja, simogatja. Lelkileg ő is elég nagy támaszt ad neki is. Azért 32 évesen ebben a helyzetben megbirkózni azért nem lehet könnyű, ezt azért gondolom, átérzitek ti is meg sokan. Hát hogyne, Gyula, ne viccelj, persze. És hát ebből kifolyólag ugye elég, azért vannak anyagi problémáink, hát most mi albéletben lakunk, most cakkumpak, ami bejön egy hónapban bevétel, az olyan 94-95 ezer forint, és ebből csak az albélet 60 ezer. És akkor a többivel lavírozzá úgy, hogy az asztalra is jusson, és azért a izékkel se ússzál meg a rezsiköltségekkel. Azt jól tudom, hogy a fiad mondta nagyon helyesen, hogy ő szeretne valamit készíteni karácsonyra. Igen, egy nagy vágya volt neki az, hogy ő is beszáll úgymond a karácsonyi készülődésbe olyan téren, hogy eltervezte, hogy kókuszgolyót csinál. Az egy viszonylag egyszerű gyerek kézzel, gyerek észszel is elkészíthető, megformálható kis kedvesség, és ő ebben szeretett volna hozzájárulni a, úgymond a karácsonyhoz, hogy ő is úgymond részes legyen a karácsonyi készülődésnek. Tehát sajnos ugye ez ilyen anyagi dolgokból ez nem valószínű, hogy meg tud valósulni. Mondtad neki, hogy hát hogy nagyon köszönöd, hogy próbál segíteni, és ezt szeretné megcsinálni, de hogy valószínűleg nem tudod megvenni az alapanyagokat? Hát ezt nem kellett mondani, mert ezt látja. Tehát egy 12 éves gyerekről van szó, aki azért, látja, mi zajlik körülötte, tehát látja, hogy mi a helyzet. És ez is rossz, ugye, mert én nagyon szeretem, nagyon szeretjük, ugye ő az egyetlen gyerekünk, ugye a betegségből kifolyólag ugye nem lehetett másik, és azért megérdemelné már csak azért is, hogy ahogy áll ehhez a helyzethez, hogy azért, tehát ő neki bizony szempontból azért fel kellett kicsit nőnie hamarabb. De azért próbál nálnék én, mert ugye sajnos a feleségem ebben nagyon nem tud segíteni. Tehát próbálnék az olyan életet biztosítani neki, hogy azért próbálja még gyereknek érezni magát. De hát nehéz neki is. Hát Gyula, ezért választottunk benneteket, mert egy kicsit mi is szeretnénk nektek segíteni. Hallva ezt a történetet, szerintem nincs olyan ember az országban a rádióhallgatók közül, aki azt gondolná, hogy rosszul választottunk, hogy nyilván hosszú távon ez nem megoldás, és a problémátokat nem feltétlenül oldja meg. De a mi célunk talán nem is ez volt, ha lehet így mondani, hanem az, hogy néhány családnak kicsit könnyebbé tegyük az ünnepet, kicsit jobbá, kicsit szebbé, és hát mondjuk meg őszintén, a pénz nem minden, de ehhez sajnos leginkább az kell. Mert hogy a szeretet az abszolút nálatok ott van. És ha a szeretet megvan, akkor az ember úgy tudja még egy kicsit könnyebbé, boldogabbá tenni a karácsonyát, hogy tud néhány dolgot venni a családnak, például el tud készíteni egy kókuszgolyót, amit a gyerek nagyon szeretne, és hogy más családoknál, igen, azért teljesen
automatikusan megy vagy mehet, vagy gondolja azt az ember, hogy ez milyen természetes, hogy van, azért ezt hát mindig nehéz végighallgatni, meghallgatni, igen, hogy, az, hogy azért ez nem mindenkinek természetes, és ezt nem is kell nagyon szégyelni ezt a helyzetet, mert hát nagyon sokan vannak ebben a helyzetben. Gyula, úgyhogy ti vagytok a második család, akit választottunk, 100 000 forinttal. Nagyon-nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jól esik. Nekem is, a feleségem azt szerintem nagyon boldog lesz, hogyha közlöm vele, kisfiam meg pláne, úgyhogy szerintem előre gyúrja magába majd a történetet. Hálás köszönöm, tényleg így, de nem tudom elmondani, milyen boldog vagyok. Nagyon köszönöm. Tényleg az ember... Mondjad? Nem nagyon találom a szavakat, gondolom azért ezt látod, vagy hallod. Istenik, de tényleg nagyon hálás vagyok. Tehát, ha másért nem, már ezért megéri, hogy karácsony van. Mi az utóbbi időben mindig azt szoktuk mondani, nekünk a karácsony sajnos nem úgy karácsony, mint másnak. Tehát mi nem tudunk egy asztalhoz odaülni, hogy körbeüljük, és akkor jól érezzük magunkat. Nem csak az anyagi dolgok miatt, mert azokon mindig megpróbálunk túllépni, vagy ellépni mellette, hanem nem akarom mindig ugye visszaterelni a feleségem állapotára ezt a dolgot, de... Hát ez egy nehéz. De főleg neki, tehát ezért lelkileg megélni egy 40-en innen lévő embernek, hogy... Hát és az egész családnak most mondjuk egy anyának ezt megélni, hogy... Hol laktok? Merre vagy? Gyömrőn. Jó, hát örülünk, hogy tudtunk beszélni, örülünk, hogy felvetted, örülünk, hogy elértünk. Én mennyire örülök. De hát remélem, ez volt a célunk. Jó, Gyula, reméljük, hogy nagyon hálások, köszönöm, tényleg ezt nem tudom kifejezni szavakban. Nem is kell, Gyula, nem is ezért hívunk, és tudjuk, érezzük, és ez nekünk bőven elég. Gyula, nagyon boldog ünnepeket kívánunk, adás után hívunk minden részletet megbeszélni. Jó? Nagyon szépen köszönöm, hálás köszönetem nektek. Úgy mindenkinek is kellemes ünnepeket kívánok, A nevét mondd még, a fiút, hogy hívják a fiamat? A fiam az Bence. 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 Na, a párodat Benny, is. Beninek szoktuk nevezni. De jó. Helyes. Vajon miért? A párodnak is, Beninek is nagyon boldog karácsonyt, és reméljük, hogy akkor lesz. Kókuszból csináljátok meg, jó? Meg lesz, megígérem. Örülünk. Jól van, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra. Ciao, hello. Hello, boldog karácsony. De jó helyre ment. Ugye? És, hát igen. Nagyon. Csak hogy milyenek a hallgatóink, már többen jelezték, hogy nagyon szívesen segítenének Gyuláéknak. Természetesen az összesen telefonszámot vissza fogjuk hívni, akik bejelentkeztek, hogy bármilyen formában támogatnák a családot. Így van. Itt mindenki írhat, természetesen, amit Jani mond, abszolút így van. Adás után Júli mindenkivel összeköt, aztán már rajtatok múlik, hogy valódi ígéretek ezek, de remélhetőleg tényleg csak olyan ígér, aki komolyan gondolja. És hogy milyen az élet, ugye, hogy azért közben mennyire kell, hogy az ember halljon ilyen beszélgetéseket is. Mert ugye hát szokták mondani, hogy a hála az milyen fontos, és hogy mennyire sokan nem gyakorolják, hogy az ember fölkel, és csak elmormol két mondatot, hogy mennyire rendben van az élete, és mennyire hálás ezért, mert közben hallasz egy ilyen történetet, és rájössz, hogy a te problémáid azért nem azért, mert más kárának örülsz, hanem rájössz, hogy nem biztos, mennyivel nehezebb életutak, mennyivel nehezebb sorsok vannak, mennyivel nehezebb karácsonyok. Valakinél például nem teljesen egyértelmű, és ezt tudja az ember, csak amikor ezt hallod, akkor mindig megdöbbensz, hogy te jó Isten, tényleg így van. Pedig tudjuk azért, hogy nagyon sok család küzd ezzel, de hogy például egy kókuszgólyót tegyen az asztalra, ami azért, hát mondjuk meg őszintén, nem egy nem hétköznapi dolog, de mégis, ugye? Szóval, hogy ezzel hányan küzdenek. Hogy 1000 forint a jó kókuszgólyó halapanyag, tudod, és azt se engedheted így meg van, magad. Így van, úgyhogy ezért se, ez szörnyű. Kell az embernek hálásnak lennie, hogy neki viszont van, és nem telhetetlennek, igen. Egy kedves ismerősnek az SMS-éből látom, hogy már lesz kókuszgólyó, nem is akármilyen. Igen, írta? Igen. Jól van, mindenkit összekötünk majd Gyuláikkal, ha szeretnétek segíteni. Jó, mi így tudtunk. Na, játszunk egyet, ha minden igaz, mit mond óra játékunkhoz érkeztünk, és már jön is a játékosunk, várjátok, én közben elindítom, csak itt annyira belementünk a beszélgetésbe, hogy elfelejtettem. Nem, Zsül, te indítod, jó, mert nálam nincs. Tessék, mit mond óra játékunk? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Dóri.
Nem tudod, hogy írod azt írod. Hello. Jó reggel. Sziasztok. Hello, Dori és? Vera. Dori, Vera barátnők? Testvérek. Komolyan, hát ezt nem is sejtettem volna. Én vagyok az idősebb. Igen? Igen, senki nem tudja. Mindenki azt hiszi, hogy én vagyok a fiatalabb, és ezért furcsa. Egyébként tényleg most így rátok nézni. Csaj, nővérünk. Három csaj? Igen. Jézus Isten. És apátok bírja még? Akkor ott nőugralom mindenki van. Mindenki ezt kérdezi, ő bírja legjobban, legjobb dolga van. Igen. Egy feleség, három, minden. Négy nővel. Figyelj, atya úristen. És közben a fater otthon ül a konyhaasztalnál egy a kezébe tenetett. Még egy pohárral. Szerintetek. Még 30 éve nincsen haja. Csak úgy mondom. Ja, hát tényleg? Igen. Nem véletlen. Hát. Ezt az ember nem csodálja. Az arcot csinál. Igen. Illetve Balázsnak mondjuk előtte is volt, nem is kicsit. Igen, de így most még nagyobb le. Na, figyeljetek lányok. Van, ismeritek a játékot? Igen. Van most még mindenünk, híres ember, szólásmondás, város, tárgy és állat. Talán ez az öt kategória, vagy most fejből mondom, remélem jól mondom. Mit választotok? Állat. Állat? Jó, ez azért lesz jó, mert én se tudom, illetve mi se tudjuk, hogy mi a feladvány, mert ott van ugye a monitoron előttünk, de most nincs a monitorunk itt, úgyhogy nem tudjuk. Jó? Mehet? Mehet. Na figyeljetek, óra indul, fél perc. Nagyon jó. Hidokork és ulin. Azt hittem, Zsű sose adott be. Beadod még egyszer? Én tudom. Mi van? Nílusi krokodil. Hoppácska! Nem. Nem? Zsű. Végülis még csak 10 éve dolgozunk együtt. Gyerekek, valaki látok sokkolóval, üsse már ki a Zsűl, de tényleg, komolyan mondom, tehát hogy így, atya Isten ez a reakció. Anna, szaladj be légy szíves a stúdióba, és egy teflon serpenyővel érgalmatlanul vert hókon a Zsűlt, hogy ébredjen. Oké, okay. Jó, most ébredt fel. Nem, most ütötte le, és ráesett a pultra. Mit mondtál, Dori, mondd még egyszer? Nélusi krokodil. Nélusi krokodil, így van, Nélusi krokodil. Isuni vagy mi volt? Isuni vagy valami ilyesmi volt a Nílusi, nem tudom. Oké, megvan az ajándékcsomagotok, jó? Nem is egy, hanem kettő, mert egy klasszis femes, illetve egy Waberers-es. Nagyon szívesen köszönjük szépen, hogy kijöttetek, és kellemes ünnepeket kívánok. Nektek is köszönjük. Legyetek ti is kamionsofőrök, mint mindenki más. Köszönjük szépen. Nők is lehet. A mellettünk lévő sátorban lehet regisztrálni és jelentkezni kamionsofőrnek. Lehet női kamionsofőr? Lehet, van is női kamionsofőr. Ritka, mint a fehér holló. De van. Egy perc, pontosan 8 óra, jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk a Klasszon, ebben az évben már... Utoljára az utolsó kitelepülésünk, de még mindig van 50 darab fánk körülbelül, és 50 darab családnak szeretnénk ezzel is egy kicsit segíteni, aki úgy érzi, hogy itt lakik a közelben, aki hallgat bennünket, akinek van kedve lesétálni, jöjjen ide a Polus Centerhez, hátul vagyunk ugye az egyik bejáratnál, a jégpálya mellett. Így van, és még már nagyon sok fát elvittek azon hallgatóink, akik rászorulnak, hál' Isten, de még tudunk 50 darabot adni körülbelül, most számra nem biztos, hogy egészen pontosan mondom. 49-et, mert már én bejelentkeztem egyet. Illetve 4-et én is bepakoltattam a kocsimat. És jó, áron érték is. Tehát 45. Van fátok? Van. Nem akarsz még egyet? Nem. Miért? Ja, mert van már, jó. Nagyon jó, ilyen tőlünk van. Ja, jó, az már. Akkor menj kamionsofőrnek. Így van. Szóval, hogy jöjjenek azok, akik tényleg szeretnének egy fát. Ez is egy kicsi apró kis segítség, de ha 100 családnak már ezzel tudunk segíteni, hogy nem kell megvenni a fát, és azt másra tudják költeni étterre, ajándékra, szerintünk az is nagy dolog. Na, drága hallgatók, hát mindig megbizonyosodunk arról, hogy nem kell bennetek csalódnunk, mert hát amikor egy ilyen beszélgetést hallottuk, akkor azonnal özöllenek az SMS-ek, hogy szeretnétek segíteni. Fantasztikusok vagytok. Mindenkinek köszönjük szépen, nagyon helyesek vagytok. Írtak tényleg csak egy-két SMS, hogy mit írnak a hallgatói, mert elképesztő. Adjátok meg Gyula telefonszámát, nekem is pici a nyugdíjam, de szeretnék segíteni. Gyulának és családjának szeretnék egy bankszámlaszámot kérni, biztos jutalok nekik, Szamira küldte nekünk. A Gyömrői család közében lakom, ez a telefonszámom, adjátok ki, PlayStation-t vinnék a gyerekeknek, a Bencének, biztos, hogy megértem. A Gyömrői édesapának szeretnék segítséget nyújtani, valamit biztos, hogy tudok, nekünk kincs sincs sok,
de főznék nekik karácsonyra, és ehhez hasonló SMS-ek. Júli mindenkit visszahív, sőt, mi több, ha van bankszámlaszám, feltesszük a Facebookra, tudtok segíteni, köszönjük szépen egyenként mindenkinek. Júlira nagy feladat hárul 10 óra után, de összeköti jót a jóval, ahogy szoktuk mondani, úgyhogy figyeljétek a telefonotokat 10 után, ha valóban szeretnétek segíteni. Júli fog benneteket hívni, és megkérdezzük Gyulától, hogy kiadhatjuk-e a mobilszámát, ha kiadjuk, vagy a bankszámlaszámát, még az is lehet, hogy feltesszük a bankszámlaszámot a Facebookra. Azon túl, amit mi segítünk, ha ti is tudtok segíteni, akkor azt mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jó, drágák vagytok. Már, már ez önmagában csoda egyébként, ez a sok felajánlás, ami egy ilyen beszélgetés után jön. Így van, illetve hát halljuk őszintén, nem csoda, mert sokat szóra bizonyosodik be, ugye, hogy ha jó lelkűségről van szó, akkor verhetetlenek a hallgatói. Abszolút, igen, úgyhogy tényleg mindenkit hívunk. Köszönjük szépen. Lesz még egyébként néhány hallgatónk a vonalban, hát nem mondanunk sem kell, hogy több száz e-mail jött. És ugye van még három család, akit hívunk, úgyhogy ha valaki esetleg lemaradt az előző két beszélgetésről, de szeretne segíteni, akkor lesz még lehetősége. Na, viszont most megyünk tovább, mert hogy hát felvonultak a kamionok, gyerekek, gyönyörű, szép, kék-sárga színben pompáznak a mi kis kamionjaink, és gondoltuk, hogy ha már ennyi kamiont kiállítottunk... Beszálltál a cégbe? Ha már ennyi kamiont kiállítottunk, és szeretném mindenki meggyőzni arról, tessék nyugodtan legalább meghallgatni, hogy mennyire jó sofőrnek lenni, mennyi pénzt lehet ezzel keresni, és valóban hiány van, elképesztő, de hogy hiány van ezen a téren, úgyhogy hát itt is lehet jelentkezni kamion sofőrnek, ha valaki szeretne. Gondoltuk, hogy akkor csináljunk egy kamion húzó versenyt, és hát nézzük meg, hogy melyik csapat van jobb formában, ha már ezek a kamionok ide kiálltak, húzzuk is el őket, természetesen a nyerges részt levettük róluk, tehát azt nem kell elhúzni. Levettük le, csak onnan nem látszik, ahol a játékosok vannak, tudod? Ja, igen, mert igen, szemben állnak a kamionnal, így van. Oly, de szépek ezek a kis kamionok. És ugye kettő csapat, két öt fős csapat fog egymással versenyezni, akik közül a nyertes eljuthat majd a Waberers Club Hotelbe. Bizonyám, másodmagával, párjával, anyukájával, kedvesével, szerelmével, szeretőjével, édesapjával, már gyerekével. Már ha a kedves anyuka is itt húzza a kamion. Így van, a nyertes csapat, hát elmegy egy kicsit pihenni majd, jó? Néhány napot. Ehhez azonban egy adott távon el kell húzni a kamiont, és jól látom, hogy ül bent egy sofőr, aki ezért kormányoz, aki folyamatosan áll a féken. Ezt akarom megkérdezni a kollega úr, hogy ne haragudj, miért indítottad be a gépjárművet? Hogy folyamatosan termelje a levegőt. De mi, akkor nem lehet elhúzni, ha nincs levegő? Hát, hogyha elmegy a levegő, mivel ez egy légfékes... Hogy nem tud megállni, értem. Ez mennyi súlyú, vagy mekkora a súlya ennek a járműnek így? Ez kicsivel több, mint 7,5 tonna. Gyerekek, 5 ember 7,5 tonna, azért ez nem rossz. Nem mondtam hülyeséget, 6-ot mondtam a műsor elején. Hogyha leszeded róla a pultot, akkor az a 6-6 körül van. A pultot. Pultot 6,5, 7,5. Feri, látod, hogy valaki esetleg a versenyzők közül nekivetkőzött, hogy bebizonyítsa azt, amit Balázs állított korábban egy fél órával ezelőtt, hogy herével is el lehet húzni egy kamion? Nem, sajnos erre nincs jelentkező. Figyelek, mond. Pontosan 8392 kiló. Na, hát akkor 8,5 tonna. Na, Máber ez úr azonnal betelefonált. 8,300 nem mondta pontos számot, ki vagy rúgva? Fél, ha nincs rajta az elemózsia. Főnök azonnal lecsörgött. Jó, figyeljetek, ha valahol látjátok Fekete Lacit, aki fölordít, hogy a gyerekeimért! És neki szalad a kamionok, állítsátok meg, és mondjátok meg, nem Laci, nem, ez most nem az a verseny. Jó, a nemzeti színekért 200 krémesért! Igen, 10 grillcsirkér és 6 liter kóláért! És arrébb dob 3 kamiont, illetve egyet beledob a napba. Állítsátok meg, jó? És mindez tisztán! Vesszenek a lerobolosok! Azok abrakos tarisztjából zabálják a kokszot. Ó, gyerekek, itt 5 nagy darab férfi ember gyűrkőzik neki a dolognak. Hozzám képest, vagy hozzád képest, Feri? Még izomban szerintem hozzám képest izomban nagyon, hozzád képest nem biztos, de termetbe meg engem próbálnak meg lenyomni. Szép nagy szálfa emberek állnak össze. Ti ismeritek egymást, öten? Teljesen nem ismerik. Csak most? Jó, értem, tehát hogy nem találkoztatok. Még teljesen csak a abszolút, igen, hogy nem. Teljesen abszolút. És egy talált még te vagy a csapatkapitány? Nem, csak én állok itt a szállt. Hát igen, értem, talán, illetve igen, te vagy a legmagasabb, mi a keresztneved? István. István, bocsánat, hogy közöttünk, miből áll a csapatod? 5 fiú, mert minden kevésbé látjuk, messzebb vagyunk, Feri vezérlőtön. 5 fiúból? Ajajajajaj, hát akkor a másik csapat sem nagyon szabad, hogy lányba válogasson, nehogy hátrányban legyenek egyébként. Jó, és most találkoztatok, amit Feri kérdezett, tehát most összeálltatok. Húztatok már vala a kamiont? Nem. És makkal? Aztán meg főleg nem. És makkal zsipet? Igen, és makkal ladát. Ti dolgoztatok valamilyen technikát, vagy csak nekiesünk és húzzuk? Erőből, nekiesünk.
Erőből okosba. Kötélhúzás jelleggel? Tehát így megfogják szépen és elindulnak. Így van két ilyen nagy kapaszkodó a kötél végén, egy fém háromszög, ebből van kettő darab, tehát oda bele lehet kapaszkodni, plusz ugye magát a kötelet is lehet húzni. A szűnyek széléig kell majd húznotok a kamiont, és mérni fogjuk, hogy mennyi idő alatt ért el ide ez a 8,5 tonna. Jó? Rendben van. Na. Körülbelül. Kicsit izgulsz, ne? Picit. Kapaszkodjatok bele akkor a kötélben. Akkor gyertek, a csapat fogja meg. Gyönyörű a Waberer-es kamion, egy sárga Merci kamionnal áll szembe a csapat, és hát pont az üvegstúdió felé húzzák majd. Mm-hmm. Igen. Ne rángasd még el. Egyszer volt egy pali, emlékeztek? Az mindig repülőt kötött magára, emlékeztek? Én nem tudom, voltam egy leglegleg című műsorban, kiment mindenféle repterekre, feldobott egy repülőre egy kötelet, négy kézlábereszkedett, és elhúzta a jumbo-t. Emlékeztek, minden repülőtére. A Nick Carpi is csinált ilyet. A Nick Carpi igen, csak ő ladát húzott el szájjal. Így van, amit a Nick Carpi nem tudott elhúzni, az elhúzhatatlan volt. Sose felejtem el, egyszer Nick Carpit átvertük a készátverésbe, zseniális volt, mert azt csináltuk, hogy elhívtunk egy kínai csikung vagy tájcsi mestert, aki azt mondta, figyelj, hogy mennyire megvezettük, aki azt mondta, hogy energiával megállítja az autót úgy, hogy Árpi ne tudja elhúzni. Én ültem hátul a lada csomagtartójában, és húztam a kéziféket rohadtul. Árpi bevette a szájába a kötelet, és elhúzta a ladát. És mondtuk, hogy akkor most hagyd mutassuk be a kínai tájcsi csikú mesterünket, aki megbabonázza energiával a ladát, és Árpi nem tudja megmozdítani. Hát ez nem létezik, odaállt egy pici apró beépített kínai fazon, és elkezdett mozogni a kezével, szegély. Majd én hátul behúztam a csomagtartóba a ladának a kézifékét. Nagyon kemény volt, de hogy már gyűrődött a díszburkolat egyébként a kocsi alatt, Árpi majd meg feszült, már egy stroke kerülgetett, semmit, egy centit nem tudott rajta mozdítani. Szájába vette a kis fadarabot a kötélre, nem tudta elhúzni, és rondán nézett a kínai embere, aki energiával megállította az autót. Árpi fején négyszeresére nőtt, annyira ideges lett, hogy mikor lebuktattuk, sírt rajta, és háromszor megcsináltam. Hadd én nem is hallottam. Energiával egy ladát megállítani. Nem értem. Sosem felejtem el, én meg a csomagtartóban. Most húz. Én ugye nem láttam, hogy mi történik kint, és húztam a kéziféket. Na, de itt ilyen nincsen. Na kérem szépen. Mi történik? Most elindítanánk a versenyt a gyönyörű történet után. Jó, az a lényeg, tehát szőnyegig kell húzni. 3-2-1, így fogunk indulni. Nehogy azért, hogy véletlenül valami nem lenne. Rajtra, igen. Figyelj, itt olyan izguló arcokat lát. De hogy a rajtra, vagy a... Rajtra és utána. Rajta! Arra de már jó? Figyelj! 3-2-1, rajta! Öt ember nekifeszült a kamionnak, gyerekek. Hoppá, elindult a kamion, a mindenit. Kell fel a napja, nem csak a Waberer-es napocska mozott. Hoppá! A kolléga szerencsére nem a gázra lépett. Köszönjük szépen. 6,9 másodperc. Hallottad, Jani, kell fel a napja, nem csak a Waberer-es kamion mozog. Úristen. Mennyi? 6,9? 6,9. A 100-on egész jó idő. 6,9. Nem volt rossz. Nem volt rossz. Hány méter volt, tudjuk, Feri? Körülbelül 3. 3 méter, 6,9. Jó, felírtuk, tehát 3 méter, 6,9. Az nagyon szép eredmény. Nagyon szép, tényleg nagyon szép. Visszatolom a kamiont energiával, jó? Nézzétek, azonnal visszament, oké. Okay. A másik csapat kikből áll? Hát figyelj! Hölgy van? Te állj meg! Mondd a neved! Kitty! Gyerekek, azért Kitty felkarjához így oda teszem az enyémet, Kitty nyert. Mondjuk én nem vagyok erős, ugye ezt tudjuk. Igen. Kitty, hogy kerültél bele a csapatba? Jelentkeztem. Szóltak a srácok, Kitty, még te kellesz. Nem, én akartam jönni, csak megmondták, hogy inkább a férfiak. Nagyon jó, én bírom, hogy bejelentkeztél. Kitty, sportolsz valamit, vagy csinálsz valamit? Forrasztó vagyok. Forrasztó vagy? A betyárját. Hát akkor te kamióhúzásban, forrasztásban, te bírod az ilyen pasis dolgokat? Azt tuti. Igen? Én mondjuk voltam párommal kamionozni másfél évig, úgyhogy tudok róla mesélni. Nem mondod komolyan, hogy kamionoztál a pároddal? Kísérted? Igen. Vigyáztál, hogy ne álljon meg kétes eredetű helyeken esetleg? Hát ezt annyira nem. De mit jelent, hogy ültél mellette másfél éven keresztül, és jöttetek, mentetek szert a világban? Persze. De helyesek vagytok, mint két kis... Persze, sütöttem, takarítottam, hát mint egy normális háztartásban. Komolyan? Nem, sokat takarítani, nem volt nagy alakás. Kész! De mégis a 2 négyzetméter. Az még hamar megvan egyébként. De nagy. És másfél évig jártatok, merre jártatok? Külföld? Nemzetközibe. Nemzetközibe. Hát milyen helyesek vagytok, ilyen kis utazó kis család. Hát
Muszáj volt. És ő már előtte kamionozott, és azt mondta, hogy oké, drágám, megismertelek, most már azonban nem mész sehová, egyedül beültél a kamionba, és azt mondta, én nem szállok ki, ha te is mész, én is megyek. Nem, valójában úgy volt, hogy előbb elföldezett, aha. És akkor így rájöttünk, hogy akkor kipróbálnánk a nemzetközit. Kicsit szeretett volna asszonkától, ha mennék én külföldre, de hogy mész te külföldre, megyek én is veled. Csak megmondtad, hogy már Dániából, Törökországból és egyébként Szlovákiából is jönnek szerelmes levelek. Hát, hogy maradjunk az egész EU-nál. Az egész EU-ban mentetek, de helyesek vagytok. Nagyon jó. És abba hagytátok? Elég volt? Vagy miért? Igen, meg szeretnénk teljesen állapodni, úgyhogy család. Hát a kettő ugye? Együtt nehéz, igen. Nagyon klassz élet, hol van a kamionos, meg ahogy hallok, egyébként barom jól is lehet vele keresni, ugye? Csak hát az ember családot akar, az egy másik történet. Igen. Igen, és összejött már a gyermek? Nem, még. Még nem? Mikor hagytátok abban? Hát mégis most vagyunk még benne valójában. Nem úgy, hogy a gyerekcsinálás. Nem az, a kamionozás, cica. Mikor hagytatok abba? Mikor hagytatok? Az órára nézek, egész fél órára. Ma hajnalban még tolcsuk, Balikám. Köszönöm a kérdésedet. Jól is esetél. Ki akartuk ide jönni, úgyhogy be kellett fejezni most egy kicsit, de csak felfüggesztettük. Szerintem két óra otthon vagyok, most meg hogy le Béla. Kamionozást egy fél éve. Egy fél éve. Milyen cukik vagytok, én ezt szeretem, amikor két ember ennyire összeköti az életét, hogy még sok ezer kilométernek is együtt mentek neki. Jó van, mindig el kell egy erős nő a csapatban. Én imádnám, ha ti nyernétek úgy, hogy öt pasit lenyomtok. Na figyelj, az van, hogy van három erős, van a nyüzüge, te ki vagy? Józsi. Józsi, te sportolsz? De azt, hogy de ő mondja is, azt mondja, én nem, én menni akarok hosszú hétvégére, és Kitti, tehát van a három hímálat, a nyüzüge és Kitti, így de, van. De nem haragszol, ugye? Nem. Világos, nem. Láttam. Nem is jöhet ki más, hogy és itt van a nyüzüge, te ki vagy? Józsi. Nekem Józsi a kedvenc. Józsi, imádunk szeretni. Én neki sportolok. Meg vagy nyerjük, úgyhogy nincs vele gond. Ez az azt mondja, nyerni fogunk. Na gyertek, akkor ragadjátok meg ti is a szerkezetet. Meg kell nyerni, így van. Mennyi az idő? 6-9, ugye? 6-9 volt az előző. És akkor úgy van, hogy a nyertes csapat minden egyes tagja másod magával elmehet hosszú étvégézni. Józsi, vigyázz meg, ne zavard a többieket. Józsi, mit csinál Józsi? Józsit kicsit arrébb tettük, mert ugye a srácok megfogták, és Kitti megragadta ezeket a háromszögeket, és Józsi előre jött a kötélhez, és ő lesz a legjobb, én érzem. Te indítasz, hogy mi lesz? Te leszel az, aki így a tempót adja? Nem, azt én nem vállalok semmit, Józsi, nem lehet így. Na, kérem szépen, hát akkor figyeljetek, ugye a rajta, arra fogunk elindulni. 3, 2, 1, rajta! Húzza, gyerünk! Nagyon drukkolunk a csaj csapatnak. Gyerünk, Niki! Gyerünk, nincs már sok, meg lesz! Úristen! Ez meg kell, hogy legyen, mennyi az idő? Mennyi? 6.99. Az nem lehet, mert nálam 5.4, tehát egész biztos, hogy nem lesz, nem volt annyi. Tehát azt tuti, még ha... Mert hogyha nagyon-nagyon okosba indítottam, akkor se tudok egy másodpercet lecsalni belőle, de ráadásul ez nem is volt. Figyelj, egyik csapatnak, ugye ez az előző csapat tagja mérte, hogy szerinte 6.99. Ja, hogy szerinte... az előző csapat mondta, hogy 6.9. Olyan, úgy megértjük, hogy miért annyit igen, van. Igen, szerintem 0.5.4 a dolog, de legyen 6, mondjuk. Legyen 6. Akkor is itt van. Ti nyertetek, Nincs szebb dolog, köszönjük. Mint karácsony előtt kikapni egy nőtől kamionhúzást. Igen, és Józsitól. Egy nőtől és Józsitól. Na, gyerekek, gratulálok, nagyon ügyesek voltatok. Akkor mindenkinek megvan ugye a hosszú hétvége másod magával, tehát párotokkal egyetemben, még magának is nyüzüge. A Waberers Club Hotelben. Így van, mehettek, és a másik csapat természetesen kap egy vígasz díjat, ugye a Waberers-es ajándékcsomag az övéké, ti pedig írjatok alá, és aztán jó pihenést mindenkinek. Két éjszaka félpanzióval, Kittivel és Józsival. Félpanzió? Ő is jön? De miért csak a felejön? Eredetileg ketten jöttek volna, akkor egész panzió. Ki akar elmenni egy félpanzióval? Szeretem, ha egy háznak megvan a teteje. Gyerekek, én... Hát ha még nincs ész, csak félig, miért mennék el egy félpanzióba? Nem? Te érted ezt? Na jó. Majd ha kulcsra készted. Hát adják át, először legyen fűtés, legyen meg a tető. Kit érdekel a félpanzió? Ki az, aki selfie-bottal veszi az eseményeket? Ő azért eléggé túl van vezérelve, nem? Vagy nagyon kevés dolog történik az életében. Vagy hordozható villámhárító. Nincs jobb, mint egy kamionhúzó versenyt felvenni selfie-bottal. Drága hallgatók, 8:30 van, jönnek a hírek. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Volt 41 perce, jó reggelt mindenkinek. Karácsony, jön a karácsony, de jó, boldog karácsony. Mindenkinek itt vagyunk, a Pólus Centeré, hölgyeim és uraim. Nem csalás, nem ámítás, itt vagyunk. Még az Ájégpálya bejáratánál. Utoljára ebben az évben, az utolsó kitelepülésünk. Bár ezt mondtuk már egyébként az utolsó kitelepülése is, ami mégsem volt az utolsó, mert aztán még... De hát tényleg oda hazudunk.
Éjjel-nappal, reggel este. És még szerdán is mehetünk valahova. Egyébként elrontottuk, nem kicsit, nagyon elrontottuk, mindig hazudunk. Nem, ez váratlanul jött, de nagyon örülünk, mert mindenhova megyünk, ahol szívesen látnak bennünket, úgyhogy itt vagyunk még egy utolsó kis kitelepülésem a Pólusz Centernél, a jégpályánál, ahol egyébként egy feltűnően ronda kisfiú várja anyukáját. Így van, jöjjenek értően nagyon sír, és tiszta takony. Na, vannak még mindig fenyőfáink, úgyhogy aki úgy érzi, hogy egy kicsit szeretne spórolni, vagy másra költeni, vagy máshol van hely ennek az összegnek, akkor jöjjön ide a Pólusz Centerhez hozzánk, mert hogyha szembeálltok az üvegstúdióval, akkor jobbra fenyőfát osztunk azoknak, akik úgy szorulnak rá, hogy tényleg rászorulnak, és nem azért akarnak egy fenyőfát, hogy ez is zsebben maradt, baléktól hoztam a fát, meg még hoztam kettőt, hanem tényleg rászorulnak, jöjjenek, szívesen adunk. Van még néhány darab. Jó? Úgyhogy tessék kérni, segítünk mindenkinek. Bizonyám, aki esetleg hallotta a két zene között, ahogy beszélgettem itt kint a valakivel a telefonon, és azt hallotta, hogy nem érdekel, fordulj vissza, záróvonal, leszarom, itt van, ingyen a fa, gyere erre! Feleségemmel kellett beszélni. Éppen elment. Igen, most fordul be itt a piros lámpánál a keresztet. Igen, de hozta az utánfutót, és nem véletlen, hogy felraktad a vonóorgot a nyár végén. Egyébként tényleg ma megy el fenyőt venni. Igen? Hova? A Pólusz Center mellé az üvegstúdióhoz? Mert itt egészen olcsón adják a fát, azért? Megértem. Nem, ott külváros. Sok helyen vannak kis vikendházak környékén, találtunk egy egész jó állapotban lévő tuját. Igen, csak egy baltak el hozzá. Évek óta le van lakatolva a kis ház és a kapu, de már még rajta van. Drágagatok, nagyon helyesek vagytok, még mindig jönnek Gyuláiknak a felajánlások. Ha Gyulától szerzünk egy bankszámlaszámot, ha esetleg van neki, akkor ezt feltesszük a Facebookra, és mindenkit oda irányítunk. Ha Gyula nem tud adni bankszámlaszámot, akkor mindenkit visszajövünk, és megadjuk Gyula a telefonszámát, vagy aki az előző családnak akar segíteni, akkor természetesen arra is lesz lehetőség. Jó? Mert hogy hát beszéltünk már ugye két családdal, és ugye hát Marianéknak is próbáltunk segíteni, ha valaki úgy érzi, hogy nekik szeretne, akkor lehet. Jó? Na, hívunk egy újabb családot. És hívnánk, de nem jó a telefonszám. Na. Annak jaj, nem örülünk. Jaj, nagyon sajnálnám, igen, hogyha... Ajajajajaj, rossz számot. Csak Júli, hol érte el őket? Ajaj, gyerekek. Gyerekek. Jó, akkor hívunk más valakit. Jó? Ebben az esetben nagyon-nagyon sok... Tessék. Na! Halló! Jó reggelt kívánunk! Morning show! Jó reggelt kívánok! Sziasztok, Anikó vagyok! Anikó! Hello, Anikó! Jó reggelt kívánunk! Örülünk, hogy itt vagy, örülünk, hogy felvetted, Anikó! Rohantál éppen a telefonhoz? Nem. Ott ültél a telefon mellett? Igen, már reggel 6 óta. Édesem, de helyes vagy. Vártad, hogy hívjunk? Hát, nagyon reméltem. Nagyon remélted, de helyes vagy. Na, Anikó, hát egy kicsit mesélj magadról, hogy miben tudnánk mi nektek segíteni. Tudom, hogy nagyon sok gyermek van, és hát szeretnétek mindenkinek egy pici apró kis ajándékot a fa alá, jól tudom? Igen. 6 vannak összesen, 3 fiú, 3 lány, és hát szeretnénk valamit a fa alá, igen. Jól tudom, hogy az egyik gyermek súlyos figyelemhiánnyal küzd, hogy beteg, jól tudom? Hát igen, illetve van egy autista öccse is. Azt a mindenét, hát nem egy könnyű életfeladat. Mi az, amivel tudnánk segíteni, Anikó? Segíts nekem ebben egy kicsit, hogy mit szeretnétek, mit vennétek? Hát igazándiból a gyerekek játékot szerettek volna. Ugye nem olyan dolog, amit mi csak úgy bemegyünk és megvettünk. A nagyobbak azok ruhát kértek, azzal is úgy vagyunk, hogy na, rengeteg ismerősünk van, és tényleg nagyon kedvesen segítenek, elhúzzák, kapunk, hogyha valahonnan úgy marad, vagy kinőtték, de még használható. De hát ez a nagyfi vagy fekete kabátot szeretne, az nem olyan dolog, ami mert azt muszáj lenne a boltba megvenni. És tudom, hogy te is szeretnél nem egy nagy dolgot, egy sálat, jól tudom, hogy szeretnél már Jézuska ezt hozzá neked, igen? Igen, egy ilyen szélesebb sálat, amikor ülök az iskolában, van, hogy fázik a hátam, és akkor jó lenne, ha most magamba tudnám teríteni.
Na, hát meglátjuk, hogy mit tehetünk az ügy érdekében. Ha jól tudom, akkor ti is ugye megcsúsztatok egy picit a hitellel, ugye? Ez indította el aztán a káváriátokat, hogy volt egy ház, volt hitel, és akkor innen indult az a spirál, ugye? Jól mondom. Egyrészt, másrészt én 18 év ügyesen voltam, tehát azt, aki tudja, az jelen pillanatban is 25.650 forint havonta. Úgyhogy ez hát szerintem édeskevés ahhoz, hogy az ember tisztességgel és becsülettel nevelje azt a gyermeket, akit vállalt. Hát az egy gyerekhez is kevés, nem úgy 6-hoz, a 25.000 forint, igen. Úgyhogy így. És ugye a lakása is csak hitellel futotta, úgyhogy svájci frank, gondolom, mindenkinek ismerős. Hát hogy nem, nagyon sokan vannak ebben a helyzetben. Persze. Jól van, fia Anikó, benneteket is kiválasztottunk, jó? A gyermekek egyébként mit kapnának, mit vennél még nekik? Tudom, hogy van egy kislány, aki nyomozó szeretne lenni. Hát igen, mert a nagyfiú most van pályaválasztás előtt, így a kisebbeket is elképesztően foglalkoztatja, hogy meg mi lesz, ha nagy lesz. Aha. És ő most nagyon-nagyon-nagyon komolyan tört a fejét, és kitalált, hogy ő nyomozó lesz. De cuki. Úgyhogy mindenképp valami kis gumikesztyű, meg mikroszkóp, vagy nem tudom, tehát ami úgy néz ki, mint a helyszínelős nyomozóknak a felszerelés, most valami ilyesmire vágyik nagyon. Uh-huh. Tehát, hogy apró kicsi ajándékot szeretné. És az apukájuknak mit szeretnél? Hát édesapának szüksége lenne egy új cipőre. Egy új cipőre? Uh-huh. Igen. Szeretne egy új cipőt. Hogy a Jézuska hallja meg a kívánságát, és legyen egy új cipő. Jó van, Anikó, hát szerintem a Jézuska nagyon figyel, jó? Úgyhogy benneteket is kiválasztottunk, mert azt gondoljuk, hogy jó helyre megy. Úgyhogy 100.000 forinttal, és tényleg hát tudjuk, hogy a karácsony nem a pénzről szól nyilván, de ilyenkor erre van talán a legnagyobb szükség. Aztán ezt úgy osztjátok be, és azt vesztek belőle, amit szeretnétek, hogy mi ezzel szeretnénk nektek, a családnak egy picit segíteni, és könnyebbé tenni a karácsonyt. Elmondhatatlanul hálás vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. És nagyon örülök, hogy a gyerekek nem hallják, mert ők ugye mit hiszik, hogy egy angyalka tetszébe jelzékutat hallak. És akkor most így meg tudom elősülni. De helyes, hogy Anikó, hol vagytok egyébként helyileg? Merre vagytok? Nem látom. Pestem. Itt Pestem? Igen. Pestem. Jó, van, hallom, még egy kicsit meg is hatottál. Anikó, puszilunk, küldjük nem sokára. Köszönöm adás után szépen. Mindenképpen vegyél föl bennünket, és megbeszéljük a részletet. Rendben, nagyon jó. Szépen köszönöm. Örülünk, szép ünnepet nektek. Kicsit könnyebb lesz a karácsony. Köszönjük szépen, puszi nektek is, ciao. Sziasztok. Hello. Na, hát ez akkor... Ez megint teli találat volt. Azt hiszem, hogy megint jól választottunk, így van. Anikóék is kapnak ugye 100.000 forintot, úgyhogy egy kicsit. A hosszú távú problémákat nyilván nem oldja meg, de hát nem is ez a cél ezzel, hanem az, hogy egy kicsit az ünnepet tudjuk könnyebbé tenni és segíteni. Természetesen, ha valaki úgy gondolja, hogy akar, és Anikóéknak szeretne segíteni, van rá lehetőség, küldjetek el, hogy ti is segítenétek ruhával, élelmiszerrel, bármivel, és akkor mi összekötünk benneteket adás után. Anikóval kiadjuk a telefonszámát, fel tudjátok hívni, onnantól ez rajtatok múlik, hogy valóban segítetek, elviszitek, amit ígértetek. Fontos, hogy csak olyan telefonáljon és írjon, aki aztán el is viszi, megteszi, oda viszi, oda megy, mert ilyenkor egy remény a családoknak, viszont ha aztán az ígér dolog nem érkezik meg, az nagyon komoly csalódás a családnak, a gyerekeknek, úgyhogy tényleg a könnyelmű ígéretekkel most óvatosan. Inkább kicsit, inkább kevesebbet, vagy inkább ne ígéretek semmit, de amit ígértek, ha mi összekötünk a családdal, akkor tegyétek meg, hogy mindenképpen valóra is váltjátok, és elviszitek neki. Jó, mondunk majd mindent. Hát ennek az öt családnak már a 100.000 forintos segítség is óriási. De ha még erre van, persze, rá tudunk tenni, akkor a szuper dolog. Ez egy fantasztikus dolog. Igen. Köszönjük szépen mindenkinek a nagy lelkűségét. Így van. Na, azt mondja, hogy az M7-es 132-es kilométerénél trafiznak mindkét irányban. Azt karácsony előtt még kimegyek, persze kamionnal Olaszországba. Kellemes karácsonyt a kollégáknak, a hallgatóknak, és nem utolsósorban nektek. Hát ő még karácsony előtt. Karácsony előtt még elmegy egy kicsit Olaszországba. Nagyon finom karácsonyi sütit tudsz hozni onnan. Tényleg? A panettónét, így van, ez a nagy kuglófuk. Az nagyon jó. A miénk is nagyon jó, de az olasz is. Azt frissbe is tolják, vagy pedig csak ilyen dobozos változat? Hát ide a dobozos ér, ott kint a családanyák sütik. Tehát ez karácsony előtt kettő nappal megcsinálják, még egy kicsit átlocsolja ezzel azzal, hogy annak legyen egy plusz íze. De egyébként én ettem jót ebből az előre csomagoltból is, meg rosszat is. Ezt hozzáteszem.
Az milyen személytelen ajándék ez az előre csomagolt. Sütni nem sütöttem, sütni nem tudok. Itt van egy teletartósító szerezett kugló. Tessék, sok szeretet veszek. Jó. Hát jó. Nem, ez nem igaz, mert már 3 évvel ezelőtt megvettem. Igen, ezt akarom mondani, hogy mindenki azt veszed, tehát küldik különböző cégek, és ezeket te tovább viszed, és adatod a családodnak. Tehát, hogy ez így ebben a formában inkább igaz. De azt veszem. Nem. Tehát a szeretet benne van meg a figyelmesség. Igen, leveszed róla a kis csetlit, ami neked szól, és felraksz egy másikat. Drága hallgatók, mutatjuk a beugrót. Jó, figyeljen mindenki, ezt kell kitalálni, ezzel tudtok belépni a játékunkba ma reggel, hogy tudjatok hármasugrást játszani. Figyeljetek! Ez a beugró a hármasugráshoz. Hogy tetszik mondani? Hogyan? Kérem szépen. Na, ez így jó ez volt. Ez biztos 5 volt? Igen? Az. Nem figyeltünk. De valószínűleg de 2 biztos, hogy volt, és nekünk csak 2 kell ahhoz, hogy be tudjatok lépni a játékba. Ma természetesen a Klassz FM-es ajándékcsomag mellé még egy Waberers-es ajándékcsomag is jár. És az egyik kedves hallgatónk írt, ez nagyon tetszett ez az SMS, hogy világ életében kamionsofőr szeretett volna lenni, de sajnos, illetve nem sajnos, hát nagyon-nagyon örül neki, hogy családja van már, de már biztos nem válik valóra, viszont nagyon örülne egy Waberers-es ajándékcsomagnak a karácsonyfa alá, hogy egy picit így is közel legyen a kamionsofőrökhöz. Neki intézünk egyet majd külön. És aki egyébként szeretné kipróbálni még ezt a kamionoskodást úgy, hogy nem akar levizsgázni még, meg nem akar kamionos lenni, egy olyan szimulátor van benne, gyerekek, hogy besírsz. Én beültem, az előbb bementem ebbe a dologba, tehát egy ilyen 180 fokban van előtted kivetítő, és azt látod, mint a tényleg belülnél egy kamionba, elindítod, akkor rendesen meglódul, mert a szék az hidraulikás, ahogy felénk mondják vidékütt, és ha ráfékezel, akkor így lefejeled a szélvédőt. Tolattál vele, vagy mentél? Minden volt, persze. És van benne egy gyári hang is, hogy de szép macska vagy, Sanyi. De ügyesen vezetsz kamiont, Feri. Téged is megköthetnének a hülye gazdáit, hogy ne rongálják, kezdve az úton. Igen, egy ilyen tolatás, egy ilyen nyergessel azért az egy izgalmas kaland, hogy így jobbra alászeded, ugye? Tehát így jobbra alászeded, akkor merre indul a feneke? Azért ahhoz kell szakkör, hogy... Na most komolyan mondom, hogy van egy pár dolog, amit csodálok a világon, de ez az egyik. A sógorom ugye a véradó kamiont vezeti, és őt nézni, ahogy tolat, azt a lezserséget, azt a lazaságot. Most nem tudom, hogy ez csak így zsigerből jön-e. Tehát, hogy ahogy esik úgy... lesz, ami viszi a kerítést. De figyeljetek, centiméter pontosan. És tolatni egy ekkora járművel, az valami megdöbbentő. Igen, tényleg elképesztő. Lehet, igen. Hogy csak szerencséje van mindig a sógorodnak. Nem. A hozzánk áll be hátra a kertbe, és nem érdekli, ha elviszi a háznak. Ildikó és Krisztián írt nekünk, hogy lenne párzsák, ruha és ágy, nem most készülünk kirakni a ruhás konténerbeget. Hallgatva Anikót persze úgy döntöttünk, hogy nekik adnánk mindenkit, visszaívunk, mondunk címet, csak először beszélnünk kell Anikóval, hogy járuljon hozzá a címkiadásra, tehát itt van egy-két bürokratikus dolog. Ne tegyen senki sehova semmit. Jó? Jaj, gyerekek, ma már másodjára bőgöm el magam a munkahelyemen. Köszönöm, hogy ezt teszitek, segítetek a nehéz sorsú embereken. Egészséget és boldogságot mindenkinek. Szeretnék segíteni Anikóéknak, kérnek egy elérhetőséget, megadjuk. Zöldségboltom van, Anikó családjának szívesen segítek egy láda gyümölcsel. Hívjatok, hívunk mindenféleképpen adás után mindenkit, jó? Juli, magához vett némi hideg élelmet, beköltözik a szerkesztőségünkbe, és folyamatosan elkezd majd telefonálni. Ők ott fognak karácsonyozni bent a szerkesztőségben, a családot is oda hívja majd. Nagyon fontos egyébként az ilyen tárgyi felajánlásoknál, hogy kalkuláljátok bele azt, hogy a család valószínűleg sajnos nem tudja a postaköltséget kifizetni. És mi sem tudjuk sajnos elintézni azt, hogy mondjuk egyik városból a másik városba átvigyétek. Tehát csak akkor ajánljatok fel ilyesmit, hogyha vagy ott vagytok a közelben, vagy tudjátok a postaköltséget is állni. Hát különböző helyekről jelentkeznek be a családok, ugye ez mindig jó, hogy a pestieknek. A pestiek segítenek, ha kicsit valaki távolabb lakik, akkor ott a környékbeliek mennek el és viszik el a dolgokat, úgyhogy így van, mi is segítenénk Anikóiknak, kérnénk telefonszámot, István küldte nekünk. István, megkaptok mindent, csak nem adhatjuk ki úgy, hogy először nem beszéltünk a családokkal. Jó, 5 perc a pontosan 9 óra, jövünk még a hármasugrással, és hívunk még néhány családot, úgyhogy itt vagyunk a hírek után. Balra a második ajtó, de a Szentvéten szigetekre már nem a tizedbe az útja önnek, mely országtól is a legjobb szolgáltatást nyújtja. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en.
9 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Valaki azt mondja, az a csapat nyerte meg a kamionhúzó versenyt, amelyik 8 másodperc alatt húzta el a kamiont, fent van a Facebookon a videó, másik csapat 6-9 alatt teljesítette, mégsem ők nyertek, nem jól mértétek az időt, nézzétek vissza a videókat, hogy valaki kielemzi a videók. Ez milyen durva, ez mennyire kemény, levértük, megnéztük, nem van. A versenybíróság visszanézi a két videót, elemzi az ott látottakat, maximum a másik csapat is elmegy üdülni, nem? Mindenki gyerekek. Így is van. Váberes szúr most így a kocsiba gyűl, és rászorított a kormány. Ki ez az ember? Mi ígérget itt a nevemben? Mi a forró vizet? Mi a kopasz, mit dumál? Nevét a címé! Na, azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy... Mit és ki? De engem már olyan ünnepi hangulatom van. Igaz, komoly, hogy ilyenkor már azért nehéz. Nehéz dolgozni, és annyira nehéz koncentrálni, hogy, tényleg komolyan mondom, nagyon nehéz. A ajándékok megvannak már? Csak mondom, hogy holnap 8 óra magasságban ajándékozni fogunk. Csak azért mondom, mert nekem még nincsenek meg. Én megvettem annak, akit húztam. Te vetted meg, ne kamuzzál, mert a Lacit elküldted valahova. Nem, megvettem, én is 1000 forint volt a csomagolás, és kicsit kivagyok erre. De nem a csomagolásra, hogy 1000 forint, hanem aljas dolognak tartom, hogy egy boltba megveszem, és én voltam a hülye, hogy megkérdeztem, hogy felajánlotta a csaj, hogy becsomagoljátok. És mondtam, hogy persze, igen. És tök természetesen, hogy becsomagolják, csak én elment, és mondom, visszajövök 10 perc van, visszajövök 10 perc, ott volt a két ajándék becsomagolva, és mondom, hogy tartozom valamivel. Erre a nő szemreben is rá, nélkül rám, hogy 1000 forint. És jöttem ki a boltból, és mondom, biztos villogott a fejem, hogy Balek, hogy hülye, tudod, vagy neki úgyis mindegy, gomboljunk le róla 1000 forintot. Én nem tudom, én olyan pofátlannak éreztem, hogy elköltesz ott x 1000 forintot, csak azt mondja, egy csomagolás 1000. Adott róla számlát, tehát nem, nyilván nem gondolom, hogy a saját zsebére dolgozott, de az rohadt surmóság egyébként. 1000 forint, nem az, hogy 300 forint, vagy mondja azt, hogy benne van, vagy kérjen el egy jelképes összeget. De kettő darab, ilyen nagyon ronda, zöld színű csomagoló papír. Ja, mégis nem is szép. Nem. Akkor mondtam volna, hogy adod a két embernek az egyiknek a csomagolást 1000 forint értékben, a másiknak pedig az ajándékot. Azt hittem, azt akarom, hogy vegyem le róla a csomagoló papírt és adjam meg. Én kimentem, hogy csomagolni a virág ajándékot. Úgy szoktam egyébként lelenni róla, hogy nem szakítom szét, ahogy te szoktad, hanem szépen, ügyesen, óvatosan leszedem róla a cellux darabokat, meg a szalagot, és kisimítom, és jó lesz az jövőre is. Nyugtass meg, a budi papírt egyszer használjátok. Két oldal van, csak szólok. Igen, Jánoséknál a budiba a felirat, légy szíves, a budipapír ne dobd ki, fordítva, tedd vissza a helyére. Ne, általában így szoktuk egyébként csinálni. Használjuk, megnézem, semmi. Jó lesz ez még máskor is. Nem vettem elég rostosat, hát akkor viszont nem használom el. Jézus már. Erre most minek? Életépem a csomagoló papír, gyerekek. Én nekem nincs türelmem kicsomagolni, de minden mondom, 1000 forintot gomboltak le rólam. Én nem szoktam hagyni, hogy Baleknak nézzenek, de én hülyén éreztem. Meg rosszul elmondom, elmegyek vissza, mondom, az elég súrmó dolog, most visszamegyek. Én kérdeztem meg, rámondta, hogy ez is végül szíve jogat, csak úgy tényleg úgy. És ha nem kérdezed meg, akkor elsétálsz fel, akkor nem kell fizetned? Ezen gondolkoztam, hogyha nem kérdezem meg, csak elveszem, és azt mondom, hogy köszönöm, hogy becsomagolták, akkor utánam szól, hogy ha-ho. Ezres lesz. Ezres, ha-ho-öcsi. Vagy azt csapta le, hogy megkérdeztem. Igen. Lehet, hogy csak leblöfölte. Sose derül ki. Ezt a hülyét bedobunk neki egyet. 1000 forint. Biztos, ez simán benne van. Simán benne van. Abban ezres lett, barikám, ezres. Na, nézzük gyorsan, hogy mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy konditeremben vagyok. Senki nem érti, hogy mi történt velem. Hallgattam az előző beszélgetést, és kicsordult a könnyem. Nem, mindenki furán néz rám, konditeremben edzek éppen. Igen, mert azt hiszik, hogy besírtál a súly alatt. Egyéni csúcs után. Igen, mondunk minden elérhetőséget, és mindenkit hívunk, jó? És nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Köszönjük, drágák vagytok. Mérnek az M0-áson, az Alacska pihenőnél a rendőrök, kellemes karácsony mindenkinek, jött SMS-ben. Köszönjük, lassú haladás az M6-os 42-es kilométerénél, mert hogy trafiznak nagyon elbújva, vigyázzatok. Valamint a 111-es kilométernél, szintén az M6-oson, a felüljárón trafiznak a rendőrei, ezt Anett küldte nekünk. Mindkét irányban mérnek az M7-esen a 132-es kilométernél, és az M3-as 93-as kihajtójánál, Pest felé, szintén kicsit elbújva, alig látszanak, úgyhogy lassítson mindenki, mert ott vannak a rendőrök. Gyerekek, hát, nincs karácsony. Nekik nincs, bizony. Nincs karácsony trafi nélkül, igen. Tőlük hát 24-én este csak nem ment. Tőlük vették most vissza a pénzt? Nem, a déli határszakaszon szolgál a rendőröktől. Hát komolyan mondom, ettől az eszem megáll. Tehát kapnak pénzt, majd rájönnek, hogy túl sokat kaptak. És karácsony előtt visszaveszik. Úgyhogy egyébként olvastuk, láttuk, hallottuk, hogy mit össze kellett nekik nyelniük.
szolgálat közben, hogy azért nem voltak mindig olyanok körülmények, amilyeneknek kellett volna lenni. A kaja, a szállás, így, azért hibázott sok helyen. Így van, dolgoztak, abszolút ember felett itt vállaltak és teljesítettek, és akkor most karácsony előtt visszaveszik tőlük a túlfizetett pénzt. Az kinek a hibája? Nyilván nem az övéké. Hát persze. Hát és akkor... ha elköltötte mondjuk, akkor most, mi van? Most kér kölcsön, amiből visszafizeti? Vagy azt mondja, hogy főtörzs nem lehetne részletfizetést? Így van, nem? Így van. Nekik is vannak költségek, nekik is van tartozásuk, nekik is van kölcsönök, nekik is van családjuk. Tehát, hogy kicsit pont ebből a pénzből tudod fellélegezni, tehát, hogy befizettem mindent, jó, meg vagyok, és már nincs is meg a pénz. Igen, csak itt az volt, ugye, hogy tévesen értelmezték egy jogszabályt, mert hogy a túlóra és a túlóra időben eltöltött pihenőidő, a pihenőidő, ami egyébként a túlórában van, van bonyodalom, de hogy tévesen értelmezték egy jogszabályt, és... nem túlóra volt, csak készenlét, és más az óradíj. Nem ő hibázott. De nem ő hibázott, igen. És most mi van, én azt a pénzt mondjuk elköltöm, vagy azt gondolom, hogy igen, én ott voltam készenlétben, voltam túlórában, voltam, nem számolok utána, de azt hiszem, hogy ez nekem jár. És az a pénz mondjuk nincs meg, azt hogy adom vissza? Ráadásul pedig... ünnepek előtt, amikor az ember még többet költ, mint amennyit költhetne, vagy amennyit megengedhet, kicsit ugye mindenki túlköltekezik. Így van. Aztán jönnek a nehéz hónapok, hát ez nem egy egyértelmű élethelyzet. Hát egyébként. Meg ők sincsenek túlfizetve, tehát nyilvánvaló, hogy nekik is van a kiadásig. Majd akkor az lesz, hogy majd a jövő év úgy kezdődik, hogy már a januári fizetésükből vonják, vagy mi? Szépen lassan így van. Szóval nekik ez a plusz pénz, ez nem arra volt, hogy jaj, de jó, hát kerestem még egy 100 000-et, hogy tedd el anya valahova, majd elköltjük. Nyilván igen, ez nem arról van, egy bank átutal neked tévesen, te azt elköltöd, és utána a szemét bank, mert azt nyilván vissza kell adni, hanem itt te ott voltál. Tehát hivatalosan kaptad. Persze. A bankosztori ne az, hogy megnézed, hogy kaptam 1 000 000 forintot, hát nem vártam ennyit senkitől, de tök jó gyorsan elverem, az a te hibád. De ő ledolgozta ezt. Igen, abszolút, abszolút. Na, még a játék előtt fölhívunk egy újabb családot, jó, drága hallgatók, hívunk újra valakit, hát ha tudunk egy picit segít. Na, Anna bentről tárcsáz. Zik. Igen? Ha az hulla hó és hó, zik akkor tár. Anna bentről tárcsázik. Zik. Csik a hó? Hol? Na? Sajnos, de hol? Mi van a bátrában valahol? Nézd. Hello, tessék! Halló, jó reggelt! Kívánunk, Balázs, Morning Show, szia, itt a Feri meg a Jani is. Jó reggelt! Szia. Sziasztok, jó reggelt, fiúk! Sziasztok, jó Krista vagyok. Hello, Krista, ciao. Hol vagytok, merre vagytok? Hajdúszoboszlón, Hajdúbihar megye, Hajdúszoboszló. Hajdú. Fürdőváros. Hajdúszoboszló, a fürdőváros. Mit csináltál éppen, mikor megszólalt a telefon? Hát idegesen járkálok a folyosón leföl, és izgulunk a gyerekeimmel együtt, és nagyon, nagyon vártuk, hogy megcsörrenjen a telefon. Vártátok, hogy a telefon megcsörrenjen, és mi legyünk a másik oldalon. Három gyermek, ugye? Jól tudom. Igen, igen, 2 gimnazista gyermekem van, és egy 2 éves kisfiam. Jó szeret vártatok a harmadikkal. Hát így sikerült. Igen, jönni akart igen, valamiért. Igen, szerette volna, hogyha nagy család lennénk. Igen. Na, mesélj egy kicsit, Kriszt, hogy miben tudnánk mi segíteni. Ugye a történet az, hát az ismerős lehet, ugye azt olvasom, hogy a családi házatokat elvesztettétek, mert ezért nem tudtátok fizetni a hitelt, jól mondom? Igen. Sajnos. Hol vagytok most? Aderletben élünk. Aderletben, és egy fizetésből, meg a gyesből, családi pótlékból, férjem dolgozik szerencsére, én viszont nem találok állást, tehát nekem ez a legnagyobb problémám jelenleg, ami hosszú távon megoldás jelenthetne, ha állást találnék, mert 1 éve keresgélek, megszűnt a régi munkáltatóm, és egyszerűen nem találok. Tehát hiába egy nagyváros, egy fürdőváros, nincsenek lehetőségek. Mivel foglalkoztál korábban? Adminisztrátor dolgoztam mindig is, tehát irodai dolgozó voltam, és egyszerűen nem tudok elhelyezkedni, és már most a gyermekemet beadtam bölcsődébe, ő már szeptember óta jár, és bármikor tudnék kezdeni, találnék végre lehetőséget. És a párod mivel foglalkozik? Ő lakatos, karbantartó. Lakatosként dolgozik. Munkás, igen. Na, jól tudom, hogy apró kicsi ajándékok már vannak, ugye, megvetitek a gyerekeknek, de hogy szinte igen. Ott abban az élethelyzetben voltál, hogy választanod kellett, hogy akkor mi kerüljön az asztalra, vagy inkább befizesd az esedékes villany és gázszámlát, jól mondom? Igen, és sajnos ez folyamatos. Tehát szinte havi szinten tologatunk egyik számlát, másik számlát, majd következő hónapban akkor 2-t fizetünk be, csak azért, hogy tényleg a mindennapi megélhetésünk biztosítva legyen, illetve sajnos olyan dolgokat is megteszünk, amihez
nem, nagyon nincs kedvünk, de muszáj, mert egyszerűen nem tudjuk másképpen megoldani. Az ingóságainkat adjuk elfelé folyamatosan, tehát tévéinket, volt 3 tévé, most már csak 1 van, és akkor megesszük az árát tulajdonképpen. Szekrénysorból 1-et eladtunk már, hűtőnket eladtuk, vettünk egy kisebb értékű hűtőt, mosógépünket eladtuk, forgótárcsás mosógéppel mostan 1,5 évig, 5-önkre, mire tudtam újra venni, használtan 1-et, tehát megpróbálunk így pénzhez jutni, mert egyszerűen, tehát nem tudunk hova segítségért fordulni. És mi most miben tudnánk segíteni? Vagy azt a pénzt, amit tőlünk kapnátok, mire költenéd, Kriszta? Abszolút élelmiszerre. Tehát akár tartós élelmiszerre feltöltenénk a spájzot, a gyerekek nagyon-nagyon örülnének, ha nyuszis kakaóport ihatnának reggelente. Tehát ezek apró dolgok, de nekik nagyon fontos lenne, hogy... Tehát annyira mondták, hogy úristen, hogy ha mi nyernénk, akkor vennénk, vagy mi csomag nyuszis kakaóport, amikor akciós, tehát mindig nézzük az akciókat, hogy most mit tudunk venni, tehát annyira szigorú. Meg itt vasárnap az ebédnél is erről beszélgettünk, hogy mi mindent vennénk. Tehát a sajtot imádják, de nem tudom megvenni nekik. Egy hónapban egyszer tudok sajtot is venni, mert egyszerűen nem jut. Tehát szülőként egyébként mit mondasz a gyerekeknek tényleg, amikor egy ilyen élethelyzet van, hogy azt mondják, hogy szeretnék ezt vagy azt enni, és neked nincs pénzed, vagy nem tudjátok megvenni. Nyilván nagyobb gyerekekről van szó, 15-13 éves, tehát ők értik ezt a helyzetet, de hát azért ez egy nagyon nehéz dolog lehet, hogy nekik, hogy ez most nem lesz az asztalom, vagy karácsonykor sem lesz az, amit szeretnének. Igen, már van egy listájuk, hogy miket szeretnének enni, és mondtam, hogy nem biztos, hogy megvalósul. Listát írtak arról, hogy miket szeretnének enni? Igen, szeretnének az ünnepi asztalra. Mi van ezen a listán? Hát nagyon sok minden. Például kacsacom sülve. Megszerettek még. Tehát, hogy húsétel legyen? Igen. Töltött rántott húsok például. Imádnák a rántott húsok, de azt sem nagyon tudok nekik sütni, mert nem nagyon, nagyon ritkán van ilyesmi nálunk az asztalon. Úgyhogy igazából... De helyesek, írtak egy listát? Igen, süteményeket is, hogy miket, mert azt sem nagyon tudunk. Tehát igazából abszolút élelmiszerre, tehát bespájzolnánk, hogyha segítséget kaphatnánk, hogy akkor egy jó darabig ne legyen gond, csak arra, hogy a napi kenyértej, ugye, azt megvesszük, és akkor mi pedig biztosítva lenne, mert tényleg ilyen mindennapos küzdelem ezzel az étel, hogy mit adjak nekik az iskolába, hogy elvigyék. Meg ráadásul ugye ezt azért is élik meg nehezen, mert kamaszkorúak, látják, hogy más gyerekek jobb élethelyzetben hát, vannak, ne, és ők meg hazajönnek ide, és itt meg ez van. Úgyhogy igen, mindig szörnyű az emberek nélkülözni kell, nyilván az a legszörnyűbb, ha ez gyerekkel éli át, vagy amikor gyerek van a történetben, persze, hogy egy felnőtt azért ezt valahogy megmagyarázza persze. Saját magának nyilván, de hát a gyereknek a legnehezebb mit mondani. Kriszta, mi hosszú távon... Nagyon intelligensen kezelik ezt egyébként, abszolút megértik, és mindig azt mondják, fel a fejjel, anya, találsz munkát, jobb lesz minden, hidd el. Ők öntik belém a lelket, mikor el vagyok nagyon keseredve, hogy minden rendbe fog jönni, anya, ez csak egy átmeneti állapot, tehát így tekintenek rá, úgyhogy nagyon-nagyon jól kezelik ezt a dolgot, hát felnőttek szinte már. Ahhoz képest, hogy 13 és 15 éves gyerekekről beszélünk. A kicsi meg még ugye nem érzékeli. Hát ő még kicsi, persze. Kriszta, figyelj, mi hosszú távon nyilván nem tudjuk megoldani, de hát ezen beszélgetéseknek nem is ez a célja, ami neked is, mint az összes többi családnak 100 000 forintot adnánk, jó? A Máberes segítségével is, és hát ezzel tennénk egy kicsit könnyebbé az ünnepeket. Hosszú távon persze nyilván nem segítség, de hát erre van lehetőségünk, szerintünk ez is biztos, hogy jó, meg hát érzem a hangodon nyilván, hogy te is így gondolod, úgyhogy ezt még ünnepek előtt eljuttatjuk. Ilyenkor a hallgatóink egyébként nagyon sok SMS-t írnak, nagyon sokat szólnak hozzá a témához, arrafelé is, amerre ti laktok, biztos, hogy jönnek még egyéb felajánlások, összekötünk majd benneteket, és próbálnak a hallgatók segíteni, szerintünk jó helyre megy. Jó? Nagyon-nagyon köszönjük, nagyon-nagyon örülünk neki. Nagyon. Hát ne viccelj, örülünk, hogy tudtunk segíteni. Hívunk adás után a részletekért, és úgy intézzük, hogy ez ünnepek előtt megérkezzen mindenféleképpen. Rendben, nagyon jó? Szépen köszönöm. Köszönöm mindenkinek. Puszi a gyerekeknek, köszönjük szépen. Sziasztok, ciao. Igen, boldog karácsonyt, hello. Na, gyerekek, lesz. Hogy milyen sorsok, nem? Hihetetlen. Listát írnak a gyerekek arról, hogy mit szeretnének enni. Nem az ajándékról. És nem az ajándékról így van, hanem hogy mit szeretnének enni. És jó, ha mindenki hallja azért ezeket a beszélgetéseket. És nem extra ételek, meg nem mindenféle ingyenség, hanem rántott hús szerepel a listán. Így rántott van. Hús. Na, ha valaki a környéken lakik, akkor természetesen itt is várjuk az SMS-eket, jó? Hogy tudjatok egy picit segíteni. Hajdú Szoboszlót mondott Kriszta, úgyhogy akik ott vannak a környéken, hát a segítenek. Mi megyünk tovább, mert hogy játszunk, van egy hármasugrás játékosunk, helyszíni játékosokkal folytatjuk, már itt is vannak, érkeznek hozzánk, úgyhogy már is játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, kik vagytok? Sziasztok! Ciao.
Sziasztok, hello. Én Adél vagyok. Adél, Norbi. Hello. Adél vagy Léda, ugye? Ezt így szoktam. Igen. Adél. És te? Norbi. Norbi, Norbi, hát te kikaptad volna Feri kezéből a mikrofont azonnal rá? Igen. Igen? Igaza is van, önálló Sadi. Azonnal átvette az irányítást. Mi volt a beugró, mit hallottunk? Black Eyed Peas és egy Seal dalt hallottunk. Bármit mondasz, mert semmi nincs előtte, mindent elhiszek. Úgyhogy... Akkor így van. Abszolút, igen. Nincs monitorom, már van egy laptopom, de hogy nincs itt többi monitor, ami a stúdióban benne van, úgyhogy hiszek neked, biztos az volt. Köszönöm. Norbi, megerősíted? Így van. Norbi, aztán fogalma nincs, látom rajta. Nem baj. Egy valaki tudja a csapatból, az már bőven elég nekünk. Milyenek a kérdések, Jánsuá? Menni fog. Mit csinál? Fogalma nincs, elmegy dolga. Pronyál. Is élni kell. Valamit intéznek. Szia. Jani, olyan kis bizniszeket futtat közben. Ide egy olyan ajándékcsomag, oda egy kis aláírás, ide egy kártya, hihetetlen. Itt hagyta a kérdéseket, vagy elvitte? Fogalmam nincs, nálam nincs. Van? Várjál, mindjárt. Van neked? Van, csak nem tudom, hogy a levél van-e a végén. Igen, gyerekek, egy fél óra is meg vagyunk. Meg vagyunk, gyerekek, addig egyetek, igyatok itt, amit találtok. Nem sietünk a kérdéseket? Ki mivel foglalkozik, Adél, mit csinálsz? Én gyógypedagógus vagyok. Ó, milyen szép hivatás, gyógypedagógus. Köszönöm. Norbi? Én nemzetközi kamionsofőr. Ó, gyerekek, hát a kutyafáját mi van ma itt, hogy ennyi kamionsofőr van? Na, betyáret, micsoda véletlen, pont egy Waberers-es kitelepülés. Nemzetközi kamionsofőr, tényleg? Igen. Mit jelent ez? Mennyi külföld, mennyi Magyarország? Hát én viszonylag rövid túrákra járkálok, csak így oda-vissza. Kimegyek egy ilyen 4 napra, 5-re, és aztán jövök haza egy 2-re. Egy-kettőre. Tehát nincs arról szó, hogy 3 hetekre elmegy az ember. Nem, nincs uniózás. Hova jársz? Változó. Hollandia mostanában, most hónapok óta Hollandia. Kakaó vagy... Semmi. Igen, kakaó vagy kanabisz. Melyiket? Figyelj, és ez egy érdekes életforma, nem? Tehát, hogy fejben kell erre átállni, gondolom. Igen, de. Mondjuk a legkeményebb, amikor gondolom, ilyen 2-3 hetet van távol az ember, ha nem azt csinálod, akkor ez egy élhető. Nem megyek. Uh-huh. De tényleg, tehát igen, elég kemény. De miért ilyenkor te választott, hogy hova? Tehát nincs az, hogy azt mondják, hogy menjél ki Franciaországban, ide és gyere vissza 2 hét múlva. Tehát te jelezheted, hogy te rövidebb utakat válasz, arra osszanak be? Ja, vagy... persze. Nálunk van ilyen lehetőség, így van. Aha. Nem kiküldenek, hanem elmondod, hogy te rövideket választ. Hát csak a lehetőség szerint, tehát most persze nem mindig, de lehetőség szerint azért. Ti egy pár vagytok egyébként? Persze. Igen? Hogy bírod? Már hogyha nincs itthon. Hát feltalálom magam igazából, tehát a napi rutin az megvan, vagy a heti rutin. Voltam már vele én is kint, úton, ilyen rövide fuvarokon. De helyesek vagyok tényleg? Mentél vele? Igen. Főzőcske takarítás nekem is megvolt, mint a Kittinek ugye az előző kamionos húzós játékban. Ez a főzőcske takarítás, ezt úgy mondjátok, mintha egy 50 négyzetméteres lakásról lenne szó. Tehát, hogy főzőcske takarítás, egy kamion úton, hol főzött az ember? Hátul a fülkébe tudsz főzni? Ilyen kis turista főző. Van 2 húzó eszköz. Igen, kemping. Oldani, vagy hátul a pótkocsin, tehát azért lehet. Igen, leemeltek egy raklapot, és akkor beszélnek egy kis fel. Van a 10-re való is. Zseni. A hosszú kapcsolat titka, hogy kell tudni külön lenni is. Az nem árt. Ugye jó az, kicsit együtt, aztán már pénteken már várod, hogy már menném már Amsterdamba, vasárnap indul a máfor. Kicsit külön, mire hazajön, újra akarsz vele lenni, mikor pont elég kicsit elmegy. Hosszú kapcsolatra vagy tökítélve. Tényleg. Komolyan mondom. Kint mindig hallgatom a műsort. Igen? Aha. De kit hogy hallgatsz bennünket? Hát van internet kapcsolatom mindenhol. Hogyha esetleg nincs, vagy tudom, hogy úgy alakul a dolog, hogy nem lesz, akkor letöltöm előtte. A kocsi csinál neked 3G-t, vagy a 3G-ből wifi-t? De nem. Hát a Vodafone... Tudod? Ja. Nem mondta tudatosan, nem azért kezdve, hogy telefonon keresztül áram... Aha. Jól van, oké. Na nézzük a kérdéseket akkor, jó? Mehetünk? Figyeljetek, itt szól az első. Mi az elektromos áramerősség mértékegysége a fizikában? Áramerősség. Áramerősség. Amper. Amper, így van. Így van. Ezért vagytok ti jó páros. Adél mondta a zenét, te mondod a jó választ a kérdésre. Ezt így is terveztük. Ez volt a terv, tényleg? Te mondd a zenét, a többit én megoldom. Menjünk tovább? Igen, persze. Melyik az Appennini félsziget legnagyobb országa? Appennini félsziget. Annyit segítünk, Európa. Appennini. Appennini. Mire? Appennini. Ott mondjad. Olasz. Olaszország, így van. Bonyolultan hangzik, de valójában. Az Appennini félsziget maga a csizma. Igen, így van. Azok jól a Vatikán meg San Marino van rajta. Igen. Na, mi legyen a harmadik kérdésem? Mehet. Melyik sportág képviselője Miklós Edit? Sí. És tudja.
puha vagy te, úristen. Ja, nem. Mi van? Ja, itt mutat? Nem, meg itt örülök, hogy ilyen okol. Olyan volt, mint Forgács Gábor, egy részeg szeszélyes jelenet. Nem, csak egy kerekesztékest játszott. Atya Isten. De igen, alpesi síelés. Így van, alpesi síelés. Jól van, na jól van. Kaptuk egy ajándékcsomagot, jó? És én még egy ajándékcsomagot, mert hogy a Klassz FM-es Morning Show ajándékcsomag mellé egy Waberers-es ajándékcsomag is van. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Mi köszönjük, hogy hallgattok minket, és hogy útközben is. Nem csak most. Így van. Abban van egy pici kamion, tehát ha nem lenne elég a nagy, amit vezetsz, akkor még otthon tudom egy kicsit tologatni és brummogni hozzá. Gyakorolni a tollatást. Az megvan már. Az is van benne, egy csomó minden más is természetesen. Köszönjük, puszi! Köszönjük! Adél, Orbi, sziasztok! Ciao, ciao! Sziasztok! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Pici szünet után jövünk vissza. Így van, mindjárt. Persze, persze. Egy kis dalocska a kamionvezetőknek, gyerekek, hát ez nekik induló, ez ugye egy nagy klasszikus film zene volt, a Konvoj című filmnek a zenéje. Gumikacsa, így van, így kívánunk a drága kamionsofőröknek boldog karácsonyt, és azoknak is, akik egyébként nem a szereteikkel töltik a karácsonyt, hanem elmennek, messze vannak, mert ez egy induló számukra egyébként, ez a Konvoj című filmnek. Mi volt a konfliktus abban? A konfliktus az volt, hogy volt a Chris Christopherson, aki ugye Gumikacsát játszotta, és ő összetűzésbe kerül egy ilyen önkéntes rendőrrel, aki nem önkéntes rendőr, valódi rendőr, és a kamionosok és a rendőrség harcát mutatta be. Tulajdonképpen egy elindul egy ilyen bárban egy bunyóval, ott megverik a rendőr elindul, és le akarja vadászni a kamionosokat. És akkor összefognak, az egyik társukat börtönbe zárják, kiszabadítják, lőnek a végén, hídról, beesik. Belemegy az X-szárnyúval, a szervizalagútba, és akkor jön egy torpedót, és akkor abban a végén az van. Jön egy tengeralattjáró, kimondja egyetlen Bennit és Vasilij, kilövik az oroszokat. Négy filmet mondunk el egyszer, egy mesápot elmondtunk. Így történt, és akkor a karcárnyú delfin kiugrott a vízből, és akkor végre megint szabad volt. Vének hívták, ha jól emlékszem. Willy bácsinak. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, jó? Hogy miről is volt szó. Vajon Anna kész van? Vagy még igen, nincs neki kész? Igen, neki is már, ő is elfáradt egy kicsit így évvégét. Nem baj, ha nem vagy még a best of fel, akkor dobjatok azt, hogy még nem vagyok kész, és akkor hívunk még valakit, mert öt családot ígértünk. Csak írjatok valamit. Várjál, azt mondja, hogy azt nézem, hogy nem, senki nincs. Senki. Kész van a best of-unk? Hát jó reggelt kívánok! Közé. Kezdi csókolom, Anna művésznő, meg vagy? Megírtam nektek, igen, ha ránéztek, láthatjátok. Az oké, láttam, hogy leírtad, hogy mi, csak hogy kész is van. Nagyon igen. Jó, ügyes vagy, ja, ott a time is, hogy készen van. Oké, jól van, köszi Anna, minden oké? Már nem szóval igen, veled. De jó ezt hallani. Megmutatjuk a nap legjobb pillanatét, hogy miről is, mit csináltunk ma reggel. Ugye egyrészt volt egy kerékdobó versenyünk, nagyon szeretjük. Mégiscsak közeledik a karácsony, úgyhogy kereket dobtunk. És utána a kamion húzó versenyünk is volt. Két lelkes csapat elhúzhatott egy olyan 7-7,5 tonnás kamiont. A pót nélkül azért nagy teljesítmény. És egészen jó idők születtek. Ráadásul egy olyan csapat győzött, ahol egy hölgy is volt Kitti szemében, és természetesen ott volt Józsi is. Józsi, aki vérti volt. Aki vérti volt. Ma reggel jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan 1 perccel, ezek voltak a nap legjobb pillanatai, csak mondjuk minden hallgatómnak. Drágák vagytok, köszönjük szépen a sok-sok felajánlkozó segítséget, amivel szeretnétek a bajba jutott családokon segíteni. A Facebook oldalon fent vannak az elérhetőségek, legalábbis bankszámla számok szempontjából, úgyhogy még a Mariannál ott picit majd egészítünk, hogy kinek a nevén van a bankszámlaszám. Tehát aki úgy gondolja, hogy egy kicsi kis készpénz összeggel, mert nagyon sok ilyen SMS van, szeretne segíteni, akkor őket már nem fogjuk felhívni, menjetek fel a Facebook oldalunkra, és nézzétek meg. Jó, hogy ott találtok a Morning Show bejegyzés alatt, nyilván ott vannak a bankszámlaszámok. Jó? Na, van még egyetlen egy család, mert hogy 5 családnak ígértünk segítséget, hogy 5x100 000 forintot tudunk adni, ugye?
a Waberers-szel együtt, mert voltak ők is annyira drágák, hogy azt mondták, hogy természetesen szeretnének segíteni. Úgyhogy természetesen nekik is köszönjük. Miközben csak majd azt halljátok közben, hogy bocsánat, mi Feri, közben beszélgettünk. Feri beült kapja. Figyel, de nem hiszitek el, basszus. Felmászott, két oldalt van két ilyen kis kapaszkodó, és majdnem rám borította a kamiont. De te hogy mentél föl, Jani, téged föladtad? Én nem mentem föl, ugyanis képzeljétek el, kinyitottuk az ajtót, benéztünk, és már voltak benne négyen, tehát már beköltöztek. Nem olyan, mint régen a BMW, amikor kimentél, és akkor fölültél a tűzoltóautóra, a kamionra, emlékeztek? Gyerekkorokban mindig vittek minket a BMW-re. Mondok itt megyünk. Még egy pár romba, 30 percben vagytok, a gyerek is éhes. Budapesti nemzetközi vásár, és akkor kipróbálhatál mindent, vagy a rendőrnapon kimentél. Zseni, ráadásul egyszer indultunk el a stúdiót, és Feri 3 perccel korábban ért ide. Jó, de jó, tudod, hát hogy a hétfő földes izmája van rajta, ő kettőt lép. Na, mindjárt elmondjátok, mit látok, csak hívunk meg egy családot, jó? És akkor utána úgy zárjuk a dolgot, hogy ti ott elmondjátok, hogy milyen egyébként bent lenni. De volt még egy családunk, és őket hívjuk ebben a pillanatban, akiknek lehet, hogy tudunk egy picit segíteni. Halló! Halló, jó reggelt! Ildikót keressük. Igen, Ildikó vagyok. Ildikó, hello, Feri, Jani, Balázs, Morning Show, szia, Ildi. Jó reggel. Hello, ciao. Egész reggel, egész nap a telefon igen, mellett? Igen, hát, ha igen. Megszólal? Igen? Igen. Ott vannak a gyerekek is? A nagyobbik, igen. A nagyobbik, hány gyermek van? 3 van. Kettő sajátom, és egy közös a párommal. Kettő saját, és egy közös. Uh-huh. És mekkora a legkisebb? Legkisebb 7 hónapos lesz másodikán. 7 hónapos, édesem. Van még egy 4 éves, ugye, Dominik? Igen, és a Blanikám van. És ő a harmadik. Igen. Na, Ildikó, hát miben tudnánk nektek segíteni? Ti vagytok az utolsó család egyébként, akit hívtunk, bárcsak mindenki tudnánk. Azt írtad, hogy van a gyermekeknek egy-két kívánság, amit esetleg szeretnének? És, igen, és igen, igen. Elmondod, hogy mit szeretnének? Hát a Dominik egy szerelőasztalt szeretne. Egy szerelőasztalt? Ő szerelő akar igen. lenni? Igen? Hát érdekli minden vonat, mindenféle. Igazi kis srác, az jó. Hát, igen, hát a pasik azok ilyenek. Szóval igen. Egy szerelőasztal az, ami jó lenne, igen. Hát a Blanka, ő még... Korához képest el van maradva, hogy írtam is, nem uh-huh. igazán beszél még. Ő főz, segít nekem, ha úgy van. Igen, azt olvasom, a baba nagyon érdekli. A babázás persze, hát is nem. Albérletben laktok, ha jól olvasom, ugye? Igen, igen, igen. És hogy nagyon sok kiadásotok van, azt látom. Hát az albérlet meg a fűtés, igen, az kemény. Miről kellett lemondani, vagy hogy súlyozik ilyenkor az ember, hogy inkább egy kicsi ajándék, vagy inkább az asztalra kerüljön, legyen mit tenni, de akkor nincs annyi ajándék. Mit gondoltál fontosabbnak, hát, hogy súlyozta? Hát így a kettő között. A kettő között hát, próbáltál. Igen, igen, igen. Uh-huh. Egyen súlyozgatni. Párod mit csinál? Szerkezett lakatos, de elvesztettem munkahelyét. Uh-huh. Azóta talált, hál' Istennek. Fémforgácsoló most jelenleg. Olvasom, hogy feszült a hangulat, sokat veszekedtek emiatt, ugye, hogy nélkülözni kell? Hát igen, feszültek vagyunk nagyon. Igen. Na, figyelj ide, Ildikó, te voltál, vagy ti vagytok az utolsó család, akiket kiválasztottunk, jó? És 100 000 forintot tudunk nektek is adni, ami hosszú távon, ahogy szoktam volt mondani, nem oldja meg a problémát, de mindenféleképpen egy kis segítség nektek, hogy könnyebb legyen a karácsony. Jó? Jó, rendben. 100 000 forint, el fogjuk küldeni még az ünnepek előtt. Jó? Jó, rendben. Jól van. Köszönjük szépen, nektek küldjük, és akkor boldog ünnepeket. Hát, így egy kicsit nektek könnyebb is. Lesz. Köszönjük szépen. Boldog karácsony. Köszönjük szépen. Ciao. Hello. Sziasztok. Meg volt illetődve ő is. Igen, hát ez a legszomorúbb egyébként, amikor az embernek, meg a családnak az érzelmi életére is rányomja a bélyegét az anyagi helyzet. Igen. Na, milyen ott bent? Micsoda? Hát, már meg beláttuk a helyet, beköltöztünk. Beköltözted, bementél hátra? Figyelj, hát nekünk akkor, mint a nagy szobánk, tehát ez a hátsó rész, ez gyakorlatilag hal, előszoba, szoba, gardról. Jó, tudom, figyelj, most minden van. Ilyen, ekkora ennyiön nőttetek föl 9-en, persze. Nem, 12-en. Igen, mindig nyomod a szociodrámáidat. Hát az a baj, hogy még igaz. Jaj, bocsi, hangos volt, srácok, ne haragudjatok. A kép a következő, amit én látok, Feri büszkén vezet, János mögötte fekszik az itt ágy. Itt vagyok, mentem, ez a mi kis közös szerelem fészkőnk. Felváltva szoktunk szuszókálni. Figyelj, nagyon jó
érzés. Én azt is szeretem, mikor mikrobuszt kell vezetni, mert ugye akkor is magasabban ülsz, mint az átlag autós, de hát ez a kamion, ez irgalmatlan jó. Irgalmatlan jó, rengeteg hely van benne, amit nyilván elmész 5 hétre vagy 4-re, egy ekkorában az egy idő után azért megunható a történet, de így most itt üldögélni remek. Tényleg jó. Feri, arra gondoltam, hogy akkor ide majd beépítünk egy gardróbot, és akkor ide pedig egy galériát, jó? És akkor ott töltjük majd a szabadidőnket, azt a keveset, ami van. Nagyon helyes cuki kis pár vagytok. Így van. Egy nagyon kedves, meleg kamionos pár. Igen, nagymackó és kismackó. A határon ölnétek meg egymást, ha lenne egy hosszabb utatok, de ti ketten nagyon helyesen lennétek. Ide föltennénk azt a kis névtáblát, tényleg nagymaci, kismaci. Nagymaci, kismaci. És akkor is szépen mennénk, hintegetnénk a szembejövőknek, és nálunk nem lenne ám durvaság, mint az autósok. De hogy lenne. Csak így szépen nézd azt a cukit, hogy megy át előttem, jó, akkor fékezem. Amikor látnám, hogy a Feri nagymaci egy picit idegesebb, meg mérgesebb, meg torlódás, vagy ilyesmi, akkor azt mondanám neki, hogy nagymaci, kismaci. Na, hát örülök, hogy így egymásra találhatok ott a hálófülkében. Karácsonyban érted, a mi szívünk hát se kőből van. Igen, azért azt megnézem, mikor te egy ilyen külföldi ilyen kamionos megállóba bementek az étterembe, a kamionsofőrök van, és furán néznek rátok, megjött a nagy, meg a kicsi, a kicsit nagy vigyük maci, el. Meg a kismaci. Itt ez a piros jó, világ. Ja, az a fék. Jó, minden. Azt ne nyomkod meg, igen. Ne nagyon. Legalább csak ászta semmiképpen. Hívjuk a rap hallgatóját, jó? Ha mondja, hogy morning show, akkor rövi az ajándékcsomag, plusz egy ajándékcsomag, és addig mondom, hogy egyébként egész nap családi nap van, úgyhogy ez a családi nap folytatódik bent a pólusban, már mint a Waberers családi nap, úgyhogy tessék jönni, vezetni. Morning show? Ez az bizony. Gyors vagy? Sziasztok. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak. Tamás vagyok. Tamás, hello, azt írtad nekünk, mostanában szeretnék kamionozással foglalkozni, buzdításként szeretnék egy Waberers-es ajándékcsomagot. Ez igaz egyébként? Tényleg szeretnél kamionozással foglalkozni? Igen. Tényleg? De hát mit jelent, hogy szeretnél? Tehát még broombox és tologatsz egy kis Waberers-es autót, vagy már esetleg van kamionos jogsid? Nem, már közeljövőben szeretném a jövő év folyamán elkezdeni. Tehát megcsinálni a jogsit, és így akkor van, utána vezetni. Így van. Na jó van, hát kívánjuk, hogy sikerüljön. Köszönöm szépen. Utána néztél, macerás dolog egyébként a kamionos jogosítvány, hosszas? Nem egyszerű, igen. De ha már megvan, akár itt is egyébként a pólus mellett lehet jelentkezni, a jégpálya melletti sátorba. Oké, Tamás, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Egy kis kedhozónak elküldünk akkor neked egy Waberers-es ajándékcsomagot is, jó? Jó, köszönöm szépen. Ciao, köszi. Sziasztok, hello. Köszi, szia, szép napot. Felnőtt férfiak így... Na mi van? Így fog kamion tologatni. Hát ha még csak felnőtt férfiak, de ahogy hallom, egyébként Balázs édesanyja is nagyon rá van csapkodva. Hát ide csókoljuk a mamát. A Waberers-es kamionokra. Azt elhiszitek, hogy anyám írt egy ajándékcsomagot, hogy kér egy Waberers-es ajándékcsomagot, mert szereti a sárga kamionokat. És a karácsony jó asztallál majd ott fogja? Nem tudom. Visszük, ha igazi király vagy egyébként, ha igazi király vagy, akkor egy ekkora beáll az a ház elé. Tehát egy rendes. Igen, azt írta, ha lenne egy fölös Waberers-es ajándékcsomag, hozzá már nekem is, nagyon szeretem ezt a kamiont. A színét, valószínűleg a színét. Igen, meg a napocska, mint a többi. Aranyos. Napocska van rajta, mosolyog, aranyos. Úgyhogy akkor viszünk. Júli, létszi a halászlevet, hagyjad már azt a kamiont. Azért meg, hogy megyek haza 25-én, és anyámat brummom. De aranyos. Tologatja a kamiont. Jól van, na, drága hallgatók, nem elfelejteni, hogy holnap után retro nap van, itt a Morning Show-ban, jó? A promo szöveget már fel is vettük egyébként, csak hangsúlyozunk még egyszer Zsülnek és Viktornak, hogy ebből kell holnapra vágni egy jó kis promót. Ebből kell promót vágni, igen, elmondtuk már, hogy mi lesz. Holnap pedig még vagyunk, hát ajándékozunk, Júli jön még a témájával, de olyan évvége lesz már, szóval nagyon, nagyon sok mindenre nem készülünk. Egymást húztuk. Nyilván itt húztunk volna egy karácsonyúzáskor, nem egymást. Úgyhogy holnap odaadjuk az ajándékokat, hozzátok be, jó? Főleg, amit nekem vettetek, ne felejtsétek el. Mindenféleképpen, persze. Ne felejtsétek el, az én esetemben nem volt összeghatár. Igen, még egyszer mondom, nem volt összeghatár. Jó. Ha holnap nem tudnánk jönni, akkor kamionozni vagyunk kis macival. Így van. Ja. Elindult a smaci járat. Nálam sem volt összeghatár, nem tudtam elég lentre menni.
Jó, hát ismerve téged, tudom, egy autóillatosítót vettél valakinek. Csak imádkozz, hogy ne téged húzzál. És egy, jól jön az. És egy doboz ingyen bombont, amit küldett valamelyik cég a múlt héten. Egy vörös keresztes nyugi labdát kapsz. Igen, és egy félig megbontott 20-as teafilter csomagot. Amiből kettő hiányzik, mert megittad. De a régi gyermekkorod ízét vissza fogja hozni, hiszen 87-es. Igen. Gyerekek, jobb később, mint soha, 9 óra 55-kor jött az SMS, hol vagytok a pólus mögött, nem talállak benneteket. Oh, nagy baj. Na igen, 9 óra 55-kor szívő megírta az SMS-t. Itt vagyunk, tényleg itt vagyunk. Hát ennél jobban nem tudjuk betájolni az egyik bejáratánál. Ez a hátsó bejárat milyen bejárat? A főútról bejössz, akkor jobb oldalára kell menni a pólusnak. Igen. Aki szeretne segíteni a családokon, menjen a Facebook oldalunkra. Jó címet, elérhetőséget mondunk mindenkinek, hogy azt el tudjátok vinni, viszont a bankszámla számok már ott vannak, úgyhogy ha úgy gondoljátok, valamelyik család szimpatikus volt, vagy úgy érzitek, hogy tudtok segíteni, akkor megtaláltok mindent a Facebook oldalunkon. Jó? Keressétek az elérhetőségeket. Ott csak bankszámla számok vannak, de minden mást megad majd Gyuli, aki 10 után mindenkit visszaív. Elmondtunk mindent? Elmondtunk mindent. Jól. Nagyon köszönjük a Waberersnek a támogatást ahhoz, hogy 5 családnak tudtunk segíteni. Köszönjük, drágák voltak. Karácsonyban meg, voltak. Hogy itt lettünk. Így van. Holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Hello, hello. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.